It's brand new. Óra, múlt 10 perccel, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello, Jani, hello, jó Feri, jó reggelt mindenkinek. Hello, Bello. De közel vagytok hozzám, gyerekek. Ez jó, összebújtunk. Már most bújunk szépen össze. A vadak is, ha félnek, összebújódnak. Igen, mindenki összebújik. Hát gyerekek, sokat készültünk rá, sokat beszéltünk. Gyerekek, én megnéztem a szerkezetet, nem akartam elhinni, jössz ki sötétben, és a daru tetején van egy piros kis fény, tudod? Igen, és én most megnéztem reggel. Csillag vagy se? Igen. Tehát, hogy ez tényleg az, ahova menni fogunk, gondoltam tegnap este, de az, és fölhúzták tegnap a kis kabinunkat, azért kipróbálták, nagyon rendesek voltak. Ez megnyugtató. A srácok nagyon jól nézett ki, lentről. Igen, nagyon szerettelek, mert nem tudtam még, hogy tőled jött az MMS. Nekem annyi üzenet van, most éppen ilyen 900 vagy 1000 darab üzenet van a telefonomban, ami azt jelenti, hogy ez már azért a vége. És kiírta, hogy 100 kilobájtot töröljek, ami egy olyan 150 üzenet. Nem. És este 10-11-ig ültem, és nagyon vártam, hogy vajon ki volt. Töröljön még 150 darab, ami 0,5 kilobájt egy SMS. Hát ilyen gyerekek, haladok a korral, a technikával, az online közvetítésben már láthatod. De nem voltak fontosak, amiket kitörlött. Az első, amit a nagymamája írt be, azóta se küldött neki többet, illetve amiben az igen, elküldte neki Viki még az esküvőjék előtt. Csak mondom, most a 150-180 SMS kitörlése után még mindig 849 darab SMS. 92-ben ez modem készülék volt. Igen, na, hogy hogyan is nézzünk ki tulajdonképpen, a legfontosabb ugye az online közvetítés, ami a morningshow.hu-n folyamatosan zajlik, és hát ott egyenesben, élőben azonnal lehet nézni, és követni azt, ami itt történik. Egyelőre annyi történik, jelen pillanatban kívülről mutatnak bennünket, most pedig újra belülről, hogy ugye elkészülünk és felkészülünk magára az emelésre, ami tulajdonképpen reggel valóban egy kicsi piros kis pötty látszott a daruból Feri teget közben, mert egy operatőr már is emelkedik a bungee kosárral a levegőbe. Ugye itt vagyunk magában a stúdióban, ami ugye a stúdiókonténer, már rengetegen egyébként itt kint a stúdió előtt, akiket látunk, és köszönjük szépen, táblákat mutogatnak, és jöttetek a vérszagra, mi? Igen, bizarr módon nagyon mosolyognak. És egyelőre még nem emelkedünk, de aki erre jön, az úgy talál meg minket például, hogyha itt megy a Dózsa-György úton, akkor ugye itt már színpadok vannak, meg lelátók, ahol a daru van. Egyértelmű, hogy ott vagyunk, ott tud majd 7 óra után integetni, mert terveink szerint akkor indulunk föl. Hogy mikor jövünk le, az több tényezős, ugye? De fölfele mindenféleképpen akkor indulunk. Úgyhogy könnyű minket megtalálni, várunk mindenkit szeretettel itt a helyszínen. Gyertek ki, nézzétek meg. Brutálisan jól néz ki. Iszonyat 2 darab daru, az egyik emeli a kosarat, a másik a magát a konténert, kivilágítva, lekerítve, színpadok előtt. Tehát hihetetlen. Hihetetlen technika, és ahogy látom, az online közvetítés pedig folyamatosan megy közben. Hol érhetik el a hallgatóink az online közvetítés? A klasszfm.hu is, és Klassz TV, Klassz... Mit írtál? Nem tudom elolvasni. A klassz.hu-n mindenképpen oda menjetek föl, ott van egy ilyen kis fülecske. A mi honlapunkon... Most be van pánikolva. Nem, csak azért, mert a mi honlapunkon nem érhető el. Nem érhető el? Miért nem? Nem tudom, de rúgjuk ki majd utána. Hát várjuk fel a végét, igen. Megint a titkosszól. Hol van most? Jöjjön ide, ő írta ki a mi oldalunkról az online-ra. Na jól van. Szóval ott nincsen? Na ott nincs. Mennyi azon? Na jó, ezt szerintem csinálom. Jó, szóval a klasszfm.hu-ról ott van akkor. Jó, hogy 2 héten keresztül a morningshow.hu-t mondtuk. Se baj. Tehát a klasszfm.hu-n ott van a közvetítés, egy másik cím, de jól ismert maga a rádiónak a honlapja, és ha az ember beüti, akkor ott egyből föl is ajánlja, hogy online közvetítés, arra az ember ráklikkel, és ha picit is gyorsabban nete, például annál, amit nálam van otthon, akkor azonnal tudja folyamatosan nézni, hogy mi történik. Te ilyen közel fogsz jönni mindig? Reggel még nagyon tartsd a távolságot, nem? Vigyázz, mert pályátok vagyunk. Akkor most, de már tényleg tegeződjünk el, mert... Igen. Gyerekek, nem tudom, érzitek-e annak a jelentőségét, hogy adás előtt 5 perccel bejött a mi drága Anitánk, aki ugye a sales osztályon dolgozik, és egy ilyen teljesen ártatlan, nagyon diszkrét mosolyjal, sajnos már elvitte, de kezünkbe adott egy olyan felelősségvállalási nyilatkozatot, amit csak úgy megpróbált úgy elsütni, hogy ezt írd alá, légy szíjunk. Ezt írd alá, légy szíjunk.
számot. És amikor már láttam, hogy az anya neve, személyigazolvány szám, lakcím, akkor már úgy éreztem, hogy ez valami kicsit komolyabb. És tovább mennék, mert ugye a nyomtatott részben pedig az van, hogy saját felelősségre veszel részt a mai, igen, mai igen, dolog. Hozzá, csak nagyon drágá hozzá, köszönöm szépen. Mondom, azt nagyon mondja, hogy felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy 2011. szeptember 16-án a Nemzeti Vágta területén végrehajtandó stúdió konténer emelési műveletben saját felelősségemre veszek részt. Már akkor rosszat sejtettem, amikor azt ajánlotta fel opcióként, hogy anyja neve. Igen. Fura volt, mondom, valamilyen kis átruházási szerződés, vagy bármi hagyatéktárgyalással kapcsolatban, vagy akármi, de nem, egy lazakunk hárman egyébként. Picike asztalnál ülünk hárman egyébként, baromi jó, baromi felszerelt műzvetítés, egy kicsi kis monitoron, mi folyamatosan tudjuk nézni, hogy mit láttok te, mit láttok ti. És hát az ülések... Gyerekek, ez ismerős lehet, mert szerintem ugyanezekben ültünk, amikor mentünk, ugye, alsó esre. 83-ban osztálykirándulásra. 83-ban osztálykirándulásra. Az Ikarus buszokban pont ilyen volt. Brutálisan lerögzítve a padlóhoz, ami tulajdonképpen azért megnyugtató, mert legalább az oldalirányú mozgás elkerülhető ezzel, ugye? Tehát... ezeken a plexiken akkor nem fogunk tudni nagyon áthatolni. Lefelé még mindig, mert a gravitáció az egy szörnyű törvény, viszont kék kis övek vannak, meg fekete övek, amiket majd be kell kötni, és nekem kell benneteket szigorúan felszólítani arra hét előtt, hogy kössétek be a biztonsági öveket. Azt mondtad, a legjobb helyet, Feri ül középen, effektíve a stúdió konténer közepén, mi ketten egy erősebb abban a pillanatban hátra tudunk esni, de nem tudunk, mert erre van a kötél, ami megfog természetesen. Azért Felint ülünk a balansz miatt ültél. Pontosan, mert ha én ülnék szélén, akkor így áll a konténer. Figyeljetek, nagyon fontos, hogy amikor fölmegyünk, akkor senki nem állhat föl. Tehát Feri, a magánakciókat, amiket csináltál az alsósi ablakba kifekszem, az nem lehet. Többszörösen aláírtunk mindent. Én is, és a vezérigazgató, és a kocsit, és a lakását terelték meg azzal, ha te bármilyen merényletre készülsz. Úgyhogy tilos fölállni, kivéve 9 óra után. Ott egy picit azért lehet. Persze. Székkel mégse tudsz majd ki. Helyet semmiképpen nem cseréltünk, mert később ez majd megnehezíteni az azonosítását a testeknek. Nem, vettünk fogászati. Ja, fogászati. 300 forintos műanyag fog, de ez csak Jani lehet. Na most itt van a legnagyobb kérdés, amiről már napok óta beszélünk, most még fölállhatok. Most még abszolút. Tudod, mit akarok tesztelni? Hogy lehet a sorokba vizelni? tudod, mi ez? Ez a 3 centis padló. De egyébként annyira bírom, hogy na, teszteljük, és 100 kilós ember elkezd rajta ugrani, persze, hogy beszakad. Igen, a Gábor már, ami egyik vezető technikusom már érzett, hogy ne nagyon ugrálj. Tehát azért úgy finoman. Tehát, hogy legalább 7 óráig élje túl ez a padló, amíg elindulunk fölfelé. Nem, gyerekek, itt egy többszörös merevítésről van szó. Utána jártam, leellenőriztem, alámáztam, jöttem, mentem, 5 óra óta itt vagyunk. Ebből az akciós laminát padlóból mi is vettük otthonra. És gyere, nem, ez linoleum. Egy nagyon vékony kis lemez. Szóval nem, többszörösen biztosított minden. Úgyhogy gyerekek, az idő jó, szél nincs. Én még tegnap este 12:45-kor, amikor egy fantasztikus beszavazós után hazaértem, még csekkoltam az időjárást. Windguru, időkép, minden, amit lehet, megnéztem. Sehol nem tapasztaltam szelet, és akkor már éreztem, hogy úgy kell lefeküdnöm, hogy ma emelünk. Nem mondták, hogy kis pöff. Semmi. De nem volt szó váratlanul befújó pöffökről, meg ja, borákról, meg kasszatokról. Hát fönt majd nem lesz nagyon lehetőségünk a szellőztetésére, úgyhogy lehet. Fogjuk vissza magunkat. Gyerekek, nagyon kíváncsi vagyok én erre. Komolyan mondom, nagyon kíváncsi vagyok. Egyrészt 50 méterről látni Budapestet már önmagában nehéz olyan helyre menni, ahol ilyen magasra tudsz menni. Ugye egy 10 emeletes háznak a teteje a 10. emelet, ahol egyébként az én tériszonyom már bőven megérkezik, az olyan 30-33 méter. 50 méterrel leszünk, mert ugye annyi kell a te ugrásodhoz. Minimum, ugye? Hát mehetünk magasabbra is, de 50-re vagyunk most jelen pillanatban bekalibrálva. Innen látjuk a Dózsa-György utat, meddig szerintem a 3-as határhegyet, szerintem láthatjuk a Dunát, tehát nagyon sok mindent. Hát a Vágta területét, a műcsarnokot teljesen egyértelműen, tehát mindent. Igazából a Hősök terét is, mögött a 3-as határhegyet, sőt, még a 3. körleti kémény is látható. Ja? nem, az egy keselyű. Szóval szépen megmutatjuk majd, hogy milyen ez, és tényleg az online közvetítés, ha valaki csak egy fél perc erejéig is oda tud kattintani, menjen, mert
mert látható lesz minden, ami itt történik. Meg gyönyörű képek épp az elmúlt percekben, egy kolléga már fönt van a másik emelőkosárban, és végig pásztázta a várost, azt is érdemes megnézni. Most még bennünket nem mernek mutatni, mert hát a para az arcokon. Jönnek a fellépők is, természetesen, tehát érkeznek majd, ugye jön Wolf Kati hozzánk, és jön a Kassa Tibi is. Jön Polgár Peti is, természetesen. Ha kell, ha nem, ő itt van. Ő abszolút itt lesz, és a Gesztit is hívjuk ma, hogy mi lesz a vágtán, mert hát azért ne felejtsük el, hogy ugye a nemzeti vágtában vagyunk mi bele asszimilálódva. És itt van ez a gyönyörű, jelen pillanatban nem tudom, hogy üzemelő homokóra. Ez üzemel, ami, csak nagyon lassan. Amit egyszer ide felállítottak, azt jól itt hagyták, aztán azóta ez itt úgy áll. Én megforgatja ezt valaki? Meg, egyébként? Meg, működik csak viszonylag időigényes kivárni, amíg látsz valami hozzá. De egyébként működik a dolog. Ezt évek óta leállították, csak halkan mondom. Ne. De. Én is úgy tudom. De ez csak így áll. Ez konkrétan, tehát eldugult a homok, tehát ahol át kéne menni, tudod, a zsilip, ahol ugye az egyikből átmegy a másikba, az ott finoman az ott úgy megállt, és úgy nem nagyon nyúlnak ezt hozzá. Jönnek a turisták, nem is értik, hogy miről van szó, mert tábla sincs nagyon, hogy megnézik, bizonytalanul csinálnak előtte egy fotót, várják, hogy elinduljon, esetleg leguruljon egri csillagokba, és aztán úgy arrébb mennek, de senki nem tudja, hogy alapján véve ez itt mi. A bolygónkkal együtt mozog. Jó, akkor mi se... Szeretem a világlátásod. Igen. Na, szóval ez lesz, és azt nézem még, hogy az időpontokat, hogy ki mikor lép fel, 7 óra 30-kor már Polgár Peti nyit, gyerekek, megnyitja ezt a remek hangulatú reggelt, egyfajta örömzenéléssel. Hát itt már jó sokan vagyunk, úgyhogy Peti imádni fogja ezt, ennyi még sose volt a koncertjén. Nem, már ha azt nézzük, akkor már ugye a nyugati térre, amikor kitelepültünk, akkor voltak. De mert egyszer föllépett Vastag Csaba előtt, és már sokan várták a Csabit. 8 órakor jön a Kassa Tibi. Nagyon jó. 8 óra előtt ő már nyugodtan színpadra állhat, mert hogy 7 óra 55-kor mi ugye elmegyünk, reklám, hírek, tehát körülbelül úgy kell belőni. Jön meglepetés hangszerrel, de táladatta. Vajon mi lesz a meglepetés hangszer? És 8 óra 30-kor pedig Wolf Kati. A drága Katin 2 darab dalt énekel el, mert utána ő rohan tovább. Gyerekek, péntek reggel egy újabb hakni, azért megy a szekér, nem? Péntek este az oké, de péntek délelőtt is már céges buli, az már nagyon kemény. És azt fürkészem a hallgatóink között, hogy látok-e már jelen pillanatban olyat, aki valamilyen pólóban, alakzatban érkezett, de ezt majd fölülről tudjuk inkább megnézni. Egyelőre valaki egy táblát az előbb felmutatott, elolvasni nem tudtam. A biztonsági őrök alakzatban érkeztek. Az jó lesz egyébként. Hol volt ez a tábla, amit az előbb láttam? Most fogjuk megnézni újra. Legalább le tudjuk takarni az egyik szemünket, és meg tudjuk nézni, hogy milyen a látás. Igen, most javította ki, hogy jó volt veletek. Igen. Hoppá! Tiéd a gyerek, Feri, ez van ráírva. Igen. Balázs, itt kell a kocs. Egy nagyon szép logót én látok, vagy hát egy ilyen tulajdonképpen dedikáló kártyát, és a Klassz FM-et vagy a Morning Show-t el tudom olvasni, de ennyi. Tehát a látásom azért hagy némi kívánivalót maga után. De van nekünk egy száguldó riporter. Jövök. Feri megindult. Megnézem. A pánikás faház felé. A kordon előtt azért lassíts, nehogy. Várjál, még most se látom egy centire. Klassz FM már 3 klasszissal a többiek felett. 2011-09-16. Plakátos Zoli. Ez az aláírás. Tehát már 3 klasszissal a többiek felett. Na. És közben ott süteményt osztogatnak? Feri, nem, süteményt mi nem osztogatunk a kollégával, ezek kis poharacskák benne alkoholtartalmú italra. Komolyan? Ittatjuk a hallgatóinkat? Azért, mert fáznak, meg izgulnak, értünk, és nézd meg. Fogadd el, ingyen van, tényleg. Ne legyetek álszentek, nyugodtan igyatok már reggel. A bolyos kollégát kérném, hogy én is itt állok csak, tehát hogy értem, hogy kikerültél csak. Tényleg, Feri? Nem. Nem? Nem gondolkozunk el rajta? Hát az utolsó. Azért mondom, de hát azért egy jóféle szilvával azért megolajozhatnánk a konténer. Ezzel a mennyiséggel Feri csak a szemét tudnám benedvesíteni. Elárulom neked, azért... hogy én kértem egy üveggel. Egyébként láttam be. És azt gondolom, hogy ezek a porrak azért elég kicsik, de gyerekek, szóval azt gondolom, hogy ez a kiszolgálás, tehát ez hihetetlen, hogy közben már ugye a Nemzeti Vágta résztvevőivel itt már folyamatosan itatjuk a hallgatóinkat. Tehát ez szó nem érheti a házat. De sokat nem, azt se fogjátok tudni, hogy hol voltam. Valamire azért emlékezettek. Na, marad minden a régiben, természetesen János ugyanúgy hozott egy zenét,
mit erre az emelkedett hangulatú napra, erre a hihetetlen alkalomra. Egy lassú búcsúzós tétel. A nekrológonként is felfogható az elé. Egy Ossziánt hoztál. Nem, majdnem egyébként, majdnem. Legalább olyan régi előadóról van szó, Udo Dirkschneiderről, az Accept eredeti énekesről, jó kis Teuton Metal, de 2007-ből, nem a hőskorból, meg fogja adni szerintem a tempót, húzást ennek a reggelnek. Na, halljuk. Ez az imádkozós rész itt a végén. Miért kell ilyen típusú dalokat hozni erre a napra? Ma kemény volt, ez jó, de ez egy jó, én az ilyet bírom, látod? Udo. Ebből már két számot is meg tudnék hallgatni. Komolyan. Udo gyakorlatilag úgy néz ki, mint a faterom, de tényleg egy az egyben, ugye rövid haj, terepszínű cuccok, csak hát irgalmatlan jó orgánum mellé. Hmm. Azt írják, hogy Jani, már itt vagyunk a fórumosok nevében, ugye Jani az, aki köszönjük. A fórumosok lelkét ápolja, mindjárt megy ki hozzátok a Jani, hol vagytok? Hol vannak a fórumosok? Most értékesnek. Ott állnak a másik oldalon, az mekkora blöff lett volna, beírják, és közben nincsenek itt. Mi? Most értékes az aláírás, kérjétek tőle. Igen. Na, az ég és föld között méltán híres lágert várták tőled egyébként, Jani, többen. Igen, elég sokat headbangeltem fiatalkorom a Konzsuzsára, én is gondolkodtam rajta, hogy elhozzam, de aztán végül mégis inkább egy kis Teuton Metal mellett döntöttem, az jobban passzol szerintem hozzánk. Anett is följönne. Anett jelen pillanatban nincs itt, megmondjuk őszintén. Anett bent van a stúdióban, mert na, hogy itt... nem versenyez. Nem képzeld el, most egy hétig folyamatosan minden nap itt volt. Hello Anett, jó reggelt, szia! Jó reggelt, sziasztok, de megyek versenyezni adás után. Igen? Igen, most lesz az utolsó futamunk a hétvégén, holnap után, ma pedig szabad edzések na, lesznek, úgyhogy 10 után rögtön rongyolok ki a ringre. Nem verte még fel a gyep a Hungaroringe? Hát van ott még most ilyenkor valami? Persze, most lesz az autós gyorsasági bajnokság, nem tudom, 9.-10. fordulója, tehát nem csak lótuszok lesznek, mindenféle autók lesznek. Jó van, akkor jövétől most már teljes erővel énekelésre tudsz akkor koncentrálni. Abszolút, tehát, igen. Igen. Azt gondolom, hogy abba hagysz egy olyan dolgot, ami nem is volt neked való, és akkor utána viszont akkor irány. Irány a Jukebox Baby. Kozsó lánycsapata. Igen, de ez csak akkor, hogyha abban jobban támogattok, mint a versenyzésben. Abban abszolút. Én kiálltam melletted, megmondtam, hogy van hangod, az egy baromi magas dal rész volt, amit ott el kellett énekelned. Tehát az egy nehéz dal volt. Hát úgyhogy ezt az őszt meg a telet azzal fogom majd tölteni, hogy pattintunk majd valami albumot a Tibivel. Pattintunk valami albumot. Na gyerekek, 4-0-ra vezetünk jelen pillanatban, úgyhogy a hallgatóknak már csak egy szépítési lehetőséget adunk. Fekete-fehér, igen, nem. Még megnézzük, hogy van-e itt majd önként jelentkező, szerintem lesz. Lehet, hogy a helyszínről fog valaki játszani. Behozzuk ide, mert amíg nem vagyunk a levegőben, addig még bejöhet ide egy hallgató. Sokan jelentkeznek szerintem. És utána, 7 óra után, amikor visszajövünk, akkor megkezdődik az emelkedés. Oh. Úgyhogy gyerekek, elindult most már csak T-38 perc körülbelül, így tudnám összegezni. Szóval kezdődik az emelkedés, még nem késő idejönni. A classfm.hu-n pedig élő online közvetítés megy mindenről, ami itt történik. Úgyhogy gyerekek, fél óra, és elindulunk. Fél óra. Magasságot majd beszéljük meg, hogy ne elszakítsunk azért. Akkor most menjél kortyóra. Balázs! Én olyan mentális tréninget végeztem tegnap, hogy... Mit értesz mentális tréning? Levezetett egy VB-t. Gyerekek, brutális mentális tréningen vagyunk, úgyhogy nem lehet gond. Az, hogy az üveg mellett ülök, az még véleményes. Ha még üveg lenne, tudunk. De ez csak egy olcsó plexi. De ez úgy mozog, mint a deszka lenne. Fél hét múlt 2 perccel Anett jön a hírekkel, aztán itt vagyunk mi is. Sebestyén, Rákóczi, Vadon. Velük kell a nap is. A legfrissebbek a Klassz FM-en. Hűvös a reggel, később kellemes meleg és sok napsütés várható. Megtalálták az eltűnt kosárlabdázó holttestét, évvégéig lehet igényelni a fixárfolyamú végtörlesztést. Szeptember 16-án pénteken Edith és Ditta napján köszöntöm a hallgatókat, Kővári Anett vagyok. Fél hét múlt 3 perccel a Klassz FM negyedórás hír összefoglalója következik, mindenek előtt közlekedési információkkal. Peti üzente, baleset történt Ajka Bakonygyepes és Kislőd között. Azt nem tudjuk, teljes vagy csak félpályás az utcán, minden esetre legyen óvatos mindenki, aki arra.
hamarra jár. Budapesten a Rákóczi híd volt, Lágymányos híd Budára vezető oldalán lezárták a belső sávot, üzente Fec, nagy a torlódás. Atomix-tól pedig azt tudtuk meg, hogy a Könyves Kálmán körúton a Népstadion felé, a Népliget után is áll a forgalom. Ennek oka valószínűleg az, amit pár perce Gábor írt, baleset történt a Hungária körút és a Kőbányai út kereszteződésében, hatalmas a káosz a csomópontban. Ha bármilyen rendkívüli esemény tapasztal az utakon, írja meg nekünk a 0636 645 000 SMS számra. Most az elmúlt 24 óra legfontosabb hírei jönnek. Holtan került elő a májusban eltűnt válogatott kosaras. Orosz Lászlónak hónapokkal ezelőtt veszett nyoma. Holttestére középiskolások bukkantak a soproni Károly kilátó közelében. A nyugatmagyar.hu információi szerint a kosárlabdázó öngyilkos lett, de a halál pontos oka csak a boncolás után derül ki. A 120-szoros válogatott sportoló eltűnés előtt levelében azt írta feleségének, hosszú időre elmegy. A Honvéddal 1995-ben és 97-ben bajnok, a Szolnokkal 2002-ben kupagyőztes lett. Ott volt az 1999-es Európa-bajnokságon szereplő magyar válogatottban is. Orosz László 40 évet élt. Jogerősen életfogytig tartó fegyházra ítélte a bíróság a kiskunlacházi gyilkost. A most 28 éves férfi 2008-ban megerőszakolt, majd megfojtott és kirabolt egy 14 éves diáklányt a helyi erdőben. Az áldozat holttestére a lány édesapja talált rá. Az elsőfokú 19 év fegyházat súlyosbította a másodfokon eljáró bíróság. Leghamarabb 30 év múlva helyezhető feltételesen szabadlábra. Emellett az 54 millió forintos perköltséget is meg kell fizetnie. Felmentő ítéletre számít és ártatlannak vallja magát Damu Roland. A nemi erőszakért, súlyos testi sértésért és személyes szabadság megsértéséért első fokon 6 év börtönre ítélt színész az RTL Klubnak azt mondta, mivel nem követte el azokat a dolgokat, amikkel vádolják, másodfokon enyhébb döntésben bízik. A továbbiakban dr. Rutner György ügyvéd képviselő, ő volt Stól András védője is. Több mint 300 embernek kellett átmenetileg elhagyni otthonát este Debrecenben. Kigyulladt egy garázs, emiatt ürítették ki a külvárosi utcákat. A helyiségben 4 robbanásveszélyes palack is volt. Ezeket a tűzoltók folyamatosan hűtötték, ám az egyik annyira felhevült, hogy ki kellett lőni, nehogy berobbanjon. A tüzet estére eloltották, mindenki rendben visszatérhetett otthonába. Hosszú órákon át égett egy több méteres gázfákja Miskolc belvárosában. Azután keletkezett a tűz, hogy belobbant egy 300 mm-es vezetékből áramló gáz. A helyi szolgáltató 2 dolgozója életveszélyesen megsérült. 28 ember telepítettek ki a környékről. A miskolci tűzoltóság szóvivője Búdi Zoltán elmondta, a szomszédos épületeket folyamatosan hűtötték. Tűzoltó kollégák érkezve a helyszínre több védősugarat szereltek, hiszen épületeket is veszélyeztetett a felcsapó láng. Valamint 100 méteres körzetből minden lakó, illetőleg minden itt tartózkodó kiürítésre került. Közvetlenül érintett lakóházból 28 személyt menekítettek ki, akik létrával tudtak csak az ingatlanról kiszabadulni, hiszen annak kapuájában volt ez a káreset, és így a lángoktól biztonságosan nem tudták azt elhagyni. Azt egyelőre nem tudni, mi okozta a balesetet Miskolcon. 3,5 hónapig élhetnek a kedvezményes végtörlesztés lehetőségével a bajban lévő lakáshitelesek. December 31-ig jelentkezhetnek a fix összegű tartozás rendezésre. Azok, akik svájci frank alapú kölcsönüket 180, euró hitelüket 250 forintos árfolyamon, vagy az alatt vették föl. A miniszterelnök szóvivője, Szijjártó Péter azt is elmondta, a kormányik dolgozik azok megsegítésén, akik ennél rosszabb feltételekkel jutottak kölcsönhöz. A kiszámíthatóság érdekében és annak érdekében, hogy a családoknak legyen elég idejük végig gondolni, hogy élni kívánnak-e a végtörlesztés lehetőségével, az erre vonatkozó igényeket 2011. december 31-ig kell benyújtani. Az, hogy a folyamatok mikorra végződnek, a szerződés módosítások mikor tudnak végbe menni, az egy másik kérdés. Bíróság előtt bukhatnak el a bankok. A szegedi ítélőtábla egy helyi takarékszövetkezet ügyében jogerősen is kimondta, tisztességtelen a pénzintézet összes egyoldalú szerződés módosítása, így azok 3 évre visszamenőleg érvénytelenek. Az ügy a legfelsőbb bírósághoz került. Ha a testület jóvá hagyja a jogi érvelést, akkor tömeges perek indulhatnak a bankok ellen az elmúlt évek kamatemelései miatt. Nem engedélyezi a rendőrség a rendvédelmi szakszervezetek szeptember 29-ére és október 1-ére tervezett budapesti demonstrációját. A BRFK indoklása szerint a megmozdulások olyan mértékben zavarnák a főváros forgalmát, hogy azt nem engedhetik meg. A tüntetésen a szolgálati nyugdíjak eltörlése ellen tiltakoznának.
Nem ért egyet a MOL ZRT a gigabírsággal. A regionális környezetvédelmi felügyelőség több mint 135 milliárd forintot követel a cégtől a tavalyi vörösiszap katasztrófa miatt. A vállalat azonban bírósághoz fordul. A ZRT zagytározója tavaly október 4-én szakadt át. Maró vörösiszap borított be 3 települést, Kolontár, Devecsert és Somlóvásárhelyt. 10 ember meghalt és 120-an kórházba kerültek. Eközben a katasztrófában veszteséget szenvedett nem mezőgazdasági vállalkozások nagy részét már kártalanították. Amelyek nem kapták meg pénzüket, azokkal is megkötötték már a támogatási szerződést. Augusztus végéig több mint 118 millió forintot fizettek ki erre a célra, és várhatóan 1,5 milliárd forintot meghaladó lesz a további ellentételezés nagysága. Míg időnként feltörő kleptomániáját is beismerte önéletrajzában a világ legőszintébb álláskeresője, hogy sikeres volt-e pályázata, azt mindent megtudhatják, előtte időjárás és közlekedés, a pontos idő 6 óra 39 perc. Gyengén felhűs és erősen hűvös a reggel, nagy képűen izmoskodnak a 10 fok alatti hőmérsékletek, főleg északon, mindössze 5 fok van Lucfalván, Patakon és Hevesen. Dabason és Nyírábrányban 7 fokot mértek, csak úgy, mint Veresegyházán. 10 fok van Debrecenben és Miskolcon, Budapesten 12, Siófokon 14 fokkal indul a nap. Sok napsütésre 22-26 fokra számíthatunk ma. Várjuk időjárás helyzetjelentését a 0630-645-0000-as SMS számra. Eseménydús a reggel az utakon, baleset okoz káoszt a kora reggeli csúcsforgalomban Budapesten, a Hungária körút és a Kőbányai út kereszteződésében történt a karambol. Hallgatóink azt írják, nem csak a csomópontban, de a Könyves-Kálmán körúton is megbénult a forgalom. Többen is megírták, hogy a 81-es főúton is baleset történt, a 23-as kilométernél egy kamion egy útmenti fának ütközött, tart a helyszínen és ott is fennakadás lehet, és az autópálya kezelő ügyeletese jelezte, hogy az M35-ösön szintén súlyos balesetnél helyszínelnek, Budapest felé a 16-os kilométernél a leálló és a külső sávot zárták le. Az M0-áson és az M5-ös fővárosi bevezetőin haladóktól is kérünk friss útinfókat, SMS számú 0630-645-0000. A világ legőszintébb önéletrajzát produkálta egy diplomás brit férfi. Új munkahelyet keresett, és úgy döntött, nem árul zsákba macskát. Egyebek mellett azt is belefogalmazta művébe, hogy Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani média történelmet ír. Morning Show mindenek felett. 6 perc múlva 7 óra, jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk a Nemzeti Vágta területén, az 56-osok terén, ugye nehéz nem megtalálni minket, daruk, világítás, kivetítő, rengetegen már itt a stúdió konténer előtt, ugye a kordon másik oldalán, mi pedig pillanatokon belül, gyerekek, menthetetlenül emelkedni kezdünk 7 óra után, amikor visszajövünk. Akkor még felkapaszkodunk a stúdió tetejére, megrángatjuk a kábeleket, Janival bemegyünk a stúdió alá, és utána körülbelül 48 tájékában, magasságában elindulunk fölfelé. Elindulunk emelkedni, és megbeszélés szerint, tériszony szerint, érzetek szerint felmegyünk, szerintem lőjünk be egy 30-at, mit szóltok? Az legyen az első? Legyen egy 30 méter, megnézzük, hogy mit látnak a hallgatók, mi mit látunk, és aztán szépen megyünk majd még följebb. De hogy ennyi jó indulatú ember egy helyen, hogy fér el, én azt nem tudom. Na, Márki baj? Oda jön hozzá, mindenki meg az első, de lehet, hogy az utolsó. De ez jó egyébként. Látom, Jani, nagyon be vagy csokizva. Figyelem az arcodat, hogy elmeregsz be, vagy fosva. Mindenki kivétel. És senki nem mondja azt, hogy sem lesz semmi gond, hát csap bele, tuti frankó, fölmegyünk, megcsináljuk. Legyünk őszintén, ellenkező helyzetben, ha mi állnánk ott, és valaki menne föl, mi is szétszínnek. Teljesen aljas szemét módon, végig azzal terrorizálnak, hogy látod azt a kötelet, nagyon vékonynak tűnik, na mindegy. Hogy ki van már rajtosod. Csak ilyeneket. Tényleg, mi van benned? Ugye te azért 3 óra múlva kiugrasz 50 méterre. Két pálinka, egy rétes. És mikor jön ki? De tényleg látok rajtad azért egy kis izgalmat. Szóval, hogy így... Ez az egészséges drukk. Az van benned. Hogy már csinálnám, már ugranék, már azon gondolkodom, hogy mikor fogom a másodikat. Hát gyerekek, ha két dologból lehet egyébként észrevenni, hogyha te ideges vagy, az egyik a vége láthatatlan körmondatok, az a B, de ez most nem jött, az A verzió, amikor így meredsz a távolba, és nem hallod meg a hozzád. Abszolút, Jani arcán ilyenkor már egy ilyen, mint a lufi seregetéstől, emlékszel, egy ilyen átszellemült mosoly, fokuszálás nélküli tekintet. Abból lehet látni, hogy Jani már átszellemült. Jani már csak félig van itt. Jani, hello, itt vagy, hozzatok egy riasztó pisztolyt. Igen. Na, gyerekek, szóval 7 óra után emelkedünk, Szala írja, hogy befagy a seggem, valószínűleg
valószínű, ő is itt van valahol. Honnan tudja, hogy befagy a segged? Hűvös van, de kitartás mindenkinek, drágák vagytok, hogy ennyien eljöttetek. 7 óra után elindulunk fölfelé, és elkezdjük szórni a bögréket. Csinálnak benneteket, akkor egészen nyugodtan. Minket is ért egy pálinka támadás, de hősies módon elutasítottuk, hogy munka közben nem. Köszönjük szépen. Mit kaptunk volna? Itt voltál? Mi az, hogy mit kaptunk volna? Hát, vagy mit kapunk 10 után? Hát, a hegyekben áll bent a sátorban, viccelsz. Na, 4-0 van, fekete-fehér, igen, nem bent. Egy hallgató még lehetőséget kap, hogy szépítse. Már is játszunk. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, egy hallgató és egyetlen szabály. A Morning Show arénájában Sebestyén Balázs, Rákóczi Ferenc és Vadon János várják az új kihívókat. A csatát 4 tiltott szó dönti el. Fekete, fehér, igen, nem. Készen állsz rá? Jól gondolt meg a választ. Halló, jó reggelt! Szia. Halló, jó reggelt kívánok, sziasztok! Hello, Zoli, szia! Így van. Zoli, hol vagy, merre vagy? Én Beretyőújfalból telefonálok, éppen dolgozok. Beretyőújfalú, jó. Nyugtass meg, hogy azért online egy picit ránk nézel a klasszefem.hu. Hát sajnos nem tudok, mert olyan munkahelyen. Akkor nem is játszol! Na igen. Ja. Na, akkor vége van. Jó, de hallgatni azért hallgatod az emberek. Így van, mindenféleképpen. Velünk vagy lélekben. Így van. Jó, kivel szeretnél játszani, Zoli? Hát, Ferivel. Feri már nem játékszűz ezen a héten, de talán egyszer játszottál. Mekkora dicsőség, hogy az utolsó játékunk a enyém. Ez így fog megmaradni. Emlékeztek a Feri játékára, mekkorát harcolt az utolsó egy percben. Micsoda nem is csata. Csak azért játszok Ferivel amúgy is, mert lehet, hogy ő hívott a legtöbbet, úgyhogy ő a leggyengébb. Nem, képzeld el, hogy egyikünk se. Tehát ez komolyan mondjuk. Egyrészt munkavédelmi előírások is vonatkoznak ránk, kettő, hogy nem. Tehát az elménkben teszünk rendet, és úgy küzdjük le a különböző fellépő testi és egyéb lelki reakciókat. Nem kell tényleg erre abszolút semmi szükség. Bár azért megkörnyékeztek minket, mondjuk meg őszintén. Ferikém, kész vagy? Nem, de igen. Egy perc. Zoli, meg vagy? Meg. Jani? Én is meg vagyok. Nem úgy értem, visszaszámolsz. Ez nagyon jó, ez 9-ig. Na, akkor figyeljetek. 3-2 és van, és fire. Mondd még egyszer a kereszt neved. Zoltán. Zoltán? Jól mondod. Honnan hívsz bennünket? Beretyőújfalból. Szeretnék kérdezni fel, ha nem gond. Hát, ha nem gond, akkor ezt ki is mondtad, hogy nem gond. Feri, megmondom de nem gond egyébként. Nem vettem észre. Igazad van. Én figyelek. Nem úgy járunk, mint tegnap. Nem vettem észre, de... Jani, nyertünk. Végül a játéknak. A Jani pszichotikus állapotban ül. Konkrétan azt se tudja, hogy mi történik. Jaj, de sajnálom. Gyerekek, 5-0 az 5-0. 5-0 az 5-0. Ez nagyon nagy szó, hogy bekerül az ember. Zoli, örülünk, hogy ennek így örülsz, ajándékcsomag nincs, de büszkék vagyunk rád, hogy harcoltál velünk egyet így. Köszönöm szépen a játékot. Az utolsó játékban a héten. Jó? Köszi. Ciao. Szia. Sziasztok. Egy perc múlva 7 óra, gyerekek, jövünk vissza, Anett jön, aztán egy zene. És már is itt vagyunk. Az online közvetítés pedig a klasszefm.hu-n végig elérhető, látható, és a morningshow.hu-n is már! Ott van, úgyhogy bárhova klikkeltek, lehet minket online látni. Hamarosan emelkedünk, még várunk mindenkit a helyszínre, Nemzeti Vágta területe. Ugye az 56-osok terén vagyunk, darukkal, kivetítőkkel, körbevéve könnyű minket megtalálni. Jönnek a hírek, aztán mi pedig megyünk föl. Élőben az 56-osok teréről, ég és föld között. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, 4-8 múlt 3 perccel, gyerekek, T-minusz, hát nem tudom mennyi, 3 perc körülbelül, és elindulunk fölfelé a magasba, egy olyan helyszíre, ahol soha nem járt még rádió, soha nem járt még reggeli műsor, 50 méter a cél, elindulunk fölfelé, hogy hát felállítsuk ezt az egyfajta, ha ugye a rippelék lennének rekordkísérletnek mondanák, mondhatjuk mi is annak reggeli... Világrekord, igen, nem mindegy, világrekord kísérletet, megcélozzuk tehát az 50 métert, pillanatokon belül kezdődik az emelkedés, még nem késő idejönni. Ugye itt vagyunk a Nemzeti Vágta területén, továbbra is természetesen egészen 10-ig az 56-osok terén. Még egyelőre a stúdiókonténer áll lent a földön, de pillanatokon belül emelkedünk. Már adásban vagyunk? Nagyon jó lesz. Na, és hát gyerekek, itt komoly szabályok vannak, ugye elmondtuk, hogy néz ki maga a stúdiókonténer. Pillanatokon belül beszíjaznak bennünket, mert ahogy emelkedünk, onnantól kezdve senki nem
nem mozoghat. Hát ezek komoly előírások, be kell tartani, Feri, elmarad az ajtóba kifekvésed, ami még az alsó ami a védjegyeddé vált. Igen. Úgyhogy a Fanbanji képviseletében már itt is vannak ketten. Tomi, akkor kezdjük meg nyugodtan, jó? Hány pontos az öv, hova köttök pontosan, miért van erre szükség? Sziasztok, erre pontosan azért van szükség, hogy ne tudjatok mozogni a székbe. Három ponton lesztek rögzítve, igazából ezt az ugrók kapják. A három pontból ez az első, ugye, és még a két lábára van pluszba kötve egy. Tehát tulajdonképpen ezt egyfajta hevederként kell elképzelni azon hallgatóknak, akik nem látnak, ugye a mellkasunkon lesz ez, és a székhez, illetve a padlóhoz van rögzítve. Igen, ez egy testheveder, és két ponttól lesztek rögzítve a padlóhoz. Kikapcsolni ezt csak ti tudjátok, tehát igen, valamilyen számkódos zár lesz rajta. Nem, ezt csak mi tudjuk kikapcsolni. Csak ti tudjátok kikapcsolni. És olyan széke miért mozog, tehát hogy a lenti lecsavarozás az miért nem biztos. Azt nem tudom, azt nem én csináltam. Gyerekek, forogni forognak ezek a székek, de három brutális savarral vannak maguk a székek is belerögzítve a padlóba. A kék hevederek pedig önmagához a székhez vannak úgy hozzá rögzítve, hogy valóban nem nagyon tudunk fölállni. Ebben a pillanatban Jani megkapta már azt a hevedert, amit megkaptam. Amit egyébként majd az ugráshoz is megkap. Ugye úgy kell elképzelni, mintha egy ilyen kicsit ilyen kényszerzubbonyszerű szíj lenne rajta. Ez kicsit bevág, kicsit szorít, de nagyon sokat fog jelenteni, mielőtt ugrasz, hogy érzed, hogy valami tart. Nálam most egy picit jobban meg kell húzni, mint Ferinél, hogy nehogy kicsúszak a réseket. kiférsz a kisebb lyukakon. Jani elkészült, olyan, mint egy ejtőernyő szerelés, így kell ezt elképzelni, csak hát maga ugye az ernyő hiányzik, egy kék szíj van mind a két vállán, Feri kezd el belelépni közben a hevederbe. Forduljak meg, várjál, igen, jobb láb belül. Te figyelj, ez itt egy kukinál kicsit vágni fog, na minden. Nem azért. Távolítsátok el a feleslege. Oh, yeah. János, igen? Neked már közben le kell csücsülni, szigorúan integetnek, mert hogy beleszel kötve pillanatokon, mert te már nem tudsz fölállni. Én kérhetném, hogy jobban vágjon. De gyerekek, ebből nincs nagyobb. Feri, picit most kezd úgy kinézni, mint egy derékban elvágott szaloncukor. Igen. De az a baj, hogy nem derékban. De nem rossz ez egyébként. Picit a heveder egy MS méret, egy XL-es helyen. Figyeltek, hát ez kicsi. Én is úgy látom, Feri. Abszolút, ne legyenek illúzióid, valóban az. Tényleg, valóban tényleg az. Mint hogy egy picit szűk lenne rád. Nem picit. Igen. Hát nem. Jó, kapok arra le gondolj, Feri, arra gondolj, hogy mi csak ebbe belelépünk, de nem mi ugrunk. Tehát van, aki még ki is lép. A Feri úgy néz ki, mint egy ilyen titkos katonai diverzáns akciónak a csoda fegyvere. Ezt pedig dobjátok le a hátországba, fel fog zabálni minden. Már a becsapódás is halálos lesz. Igen. Na, Balázs is megkapja magáit. Figyelj, nem bírok benne leülni, az nem baj. Hát pedig az a baj, ha állsz, akkor azonnal leparancsolnak, tehát mindenkinek le kell ülni. Megkaptam én is a kis hevederemet. Ezzel fogsz ugrani, Jani, tehát barátkozzatok, mert konkrétan ez lesz rajtad, ebbe lesz belakasztva maga a kötél majd. Szia, Jani vagyok, látom, te régebbi vagy, mint én. Ugye megtartasz majd. Ovintasított. Na, ebben a pillanatban ugye megtörtént maga a beülés, hárman lerögzítve már a székekhez üldögélünk, Jani szembe, Feri pedig a jobb oldalon, a stúdió pedig még mindig áldogál a földön, de most már tényleg csak körülbelül T-minusz másfél perc, és elindulunk fölfelé. Én azt mondom, hogy azért picit a darukezelővel Sanyival azért egy röpke haverkodás, nem? Szóval, hogy azért sok múlik rajta. Sok egy múlik üveg rajta. Bolyhost neki is küldjük. Igen, ő volt ott, amikor ugye ledobtuk az autót, reméljük sikerült abból a szellemből kizökkenteni őt már. Tehát, hogy átállt erre a produkcióra, hogy ez másról szól. Halkan mondom, hogy szerintem marhára nem érdekli az egész. Én az előbb megnéztem a fülkében, ott ült bent, és így meredt föl az égre. Kiakadtak neki, a szemei? Igen, neki tök mindegy, hogy mit emel. Őt miért? Mert viszonylag... nem jó jel, ha a darukezelőben kiakadtak a szemei, és üldöge felcsapott szemekkel. Őt viszonylag nehéz kizökkenteni, tehát nem egy ilyen kapkodós, izgulós típus. Most már egy utólag elmondhatjuk, hogy 5 perc korábban engedte el a kocsit is, mint ahogy kellett volna. Na, hívjuk akkor, ja közben hát igen, mások is megkapják még a hevedert. Gyerekek, a terv nem sikerült, tehát nálunk az egész család megy. Okosak vagytok, jó. Hát mi mindent föltettünk egy lapra, nincs szétszedés, senki nem marad lent, jön mindenki. Viszont közben Sanyit hívjuk, mert hogy hát egy kicsit beszéljünk vele. Úgyhogy felhívjuk, és utána gyerekek emelkedünk. A kollégek közben pánikszerűen elhagyták a stúdiókon. Igen, finom, aki menekült mindenki. Sanyi, itt van. Hello, Sanyi, jó reggelt, hello. Szevasztok, jó reggelt. A megszokott hang, ami drága Sanyink, akivel ugye már egy emelést és egy ledobást megcsináltunk. Sanyikám, hogy érzed te ezt a reggelt? Hogy vagy? Hogy aludtál?
köszönöm szépen, jó vagyok. Aludni még ezután fogok valószínű. Ha fölhoztalak benneteket. Igen, ha elindultunk fölfelé. Jó, oké. Látsz-e olyan billentyűt esetleg magad előtt, vagy kart, vagy valami, amit egy nem ismersz még? Van-e valamire az írva, hogy kioldás? Vannak még ilyen gombok, amikkel nem. Igen, gyerekek, az egész csapatról egyébként nyilván a humorizálás nem kell félérteni. Mindenki, aki itt dolgozott, maximálisan profi, a legjobb a szakmájában, mind a Fanbungee, mind a Bautrans, úgyhogy hihetetlen jó kezekben vagyunk természetesen, de hát egy kis önirónia azért belefér, ebbe senki ne értse félre. Na, gyerekek, azon gondolkozom, hogy kell-e még valami, Jani lekötve, Feri lekötve, én lekötve, Viki is megvan, kiürült a stúdió, Sanyi bontott. Sanyi visszaaludt. Na jó, ezt nem hallgatom. Nincs kérdés, akkor én pattanok. Sanyi finoman bontotta a vonalat. Úgyhogy, de, ami nagyon-nagyon fontos, hogy... Feri rettenetesen jól néz ki. De tényleg nem cserélték el, nem az az enyém, és ez pedig a Feri, mert az enyém egy picit lötyög, a Feri meg annyira feszül, hogy valami. Igen, Feri, egy finoman egy túltöltött kolbász jelleget kezdesz. Jó, ezt én eddig tudtam magamról, de miért kell ezt hangsúlyozni? Igen, abszolút jó. Robika azt írja, eszembe jutott a függőjátszma nyitó jelenete. Bali, csak addig húzzátok fel, hogy ne süssen a szemébe a nap, írja Steve. Viszont a Vikin annyira jól áll a helyvedelezés, hogy én veszek otthonra egyet a múlják, és hogy elalszik a gyerek a plafonra akasztom. Na, hát ezek bizonyjátékok lesznek. Azt mondja, elfelejtettétek a szavazást indítani, hogy ledobjuk vagy ne, ugye, mint a legutolsó emelésnél. Aztán, a Kaszatibi túl kedves veletek, és feltűnően sokat dumál a vezetőséggel. Valamire készül, át akarja venni a helyeteket. Üdvözlöm, Zsolti Debrecenből. Zsolti valószínűleg nézi az online közönséget. Nem, csak plusz potokat akar. A stúdiókonténer az egy tár, kérdezi valaki, és rengeteg hozzászólás, rengeteg drukkoló SMS. Na, induljunk el, én azt mondom, jó? Mennyit lövünk be, mit de kérünk Sanyitól? 30-at mondtál. 30-at? 20 grammot. Szerintem 10-en megállhatunk. Jó, gyerekek, induljunk el, akkor drága Sanyi, amikor azt gondolod, akkor föllőhetsz minket. A emelkedési sebességünkről egyébként mit tudunk? Azt tudjuk, hogy 50 méter az egy olyan 2,5 perc. Két és fél perc. Tudnak gyorsabban is, de kértük, hogy ne. Most nem tudom, érzitek-e, de lehet, hogy ez csak egy ilyen csalódás, hogy mintha már egy egészen picit önmagában picit imbolyogna a stúdió. Már vizionálsz. De komolyan mondom, semmi. Levegőben vagyunk egy olyan 5-10 centi. Semennyit. Na, jaj, kezdődik. Ja, Isten. Szentű meg voltam győződve arról egyébként, a gyerekek már egy egészen Isten, picit... Isten, ezt a magasságot, mert semmi nem történt még. Na most azért nem mondjátok, hogy nem emelkedünk. És ebben a pillanatban tényleg elemelkedtünk. Ebben a pillanatban, hölgyeim és uraim, elkezdtünk emelkedni. Egyelőre ugye az online kivetítő látjuk a saját konténerünket, látjuk a távolságot. Hát most már fenn vagyunk azért körülbelül egy 40-50 centin. És már egy picit finoman elkezdett himbálózni. És finoman elindult. És most a konténer is. Finoman elindult egy ilyen, hát nem tudom, egy ilyen mennyi, 30-50 centis kilengés. Közben pedig vidáman integetünk mindenkinek. És elkezdtük, ez még innen jó, tehát innen még az erkélyünk is magasabb. Hoppá, van egy kis emelkedés. Igen, soha Sanyi előre dőlt. Van, gyerekek. Mi olyan francba ezt beragadt? Na, gyerekek, itt is voltunk, mehetünk lefelé. Nagyon vagány! Ebben a pillanatban, hölgyeim és uraim, hát nehéz megtippelni, de folyamatosan mondjuk, hogy a stúdió konténer fent van, körülbelül, mennyit mondjak, hogy nagynak tűnjön, de hát 10 méteren vagyunk jelen pillanatban, körülbelül így lövöm be. És kezd forogni. És finoman egyébként befordultunk, igen, már lovakat és homokot is látok. egészen durván vizionálok. Emelkedünk. Nézd, mekkora plakátot kaptunk, oda néz a napocskával, Morning Show. Morning Show, napocska, közben a hallgatók integetnek, mindenki itt áll. Ennyi kéz a magasban, mindenki integet, még azok is, akik a fagyhalál szélén vannak, mert reggel 6 óra óta itt vannak. Most már véleményem szerint nem tudom, mennyi vagyunk. 15 méteren? 20 méteren? Szerintem olyan 15 körül vagyunk. 15 méteren vagyunk 15. Jelen pillanatban. Ebben a pillanatban már lehet látni a Hősök terét, abszolút mellettünk ugye a lovaspályát, már egyébként a lovak melegítenek a Nemzeti Vágtára. Gyerekek, a helyzet az, hogy egyre kisebb az ember. Egyszerűen zseniális. Annyira olyan, mint álmodnék egyébként. Hihetetlen. Közben egészen oldalra fordult a stúdió, ezt kevésbé szeretem. Tehát ez az oldalsó mozgás, ez az, ami nem esik annyira jól, Feri. Én tengelyben ülök, nekem mindenki. Ja, te ülsz tengelyben. Persze.
Aha. Nagyon nagy. Na, már egy szinten vagyok egy ismerős kreatív ügynökséggel, csak jelzem, hogy 30 napja lejárt a számlám, utaljanak. Igen. Jani, neked a tériszonya semmi, nem? Semmi. Hát figyelj, ez óriási. De most azért nézzél le egy picit, János, és gondolj bele, hogy arra felé fogsz repülni. Még egyszer köszönöm, hogy a stáb tagja lehetek. És hogy meghosszabbítottatok a szerződésemet. Lassan a fák fölé érünk, elképesztő. Látni fogjuk az egész Városligetet. Hihetetlen. Oda nézd meg, milyen szépek a hegyek a másik oldalon. Bali, te nézd a monitorra. Hihetetlen. Úristen, kőszálisos. Most vagyunk körülbelül a Hősök tere Arkangyalával egy magasságban. Azt nem tudom, hogy hány méteren van. Körülbelül. Azt mondja 37. 37-es. Szerintem most vagyunk olyan 30 méter környékén. Bámulatos a kilátás, és hát a Dózsa... Úristen, hogy össze van szarva az Arkangyal? Dózsa György úton pedig minden rendben egyelőre. Zseniális! Hát kérem szépen, aki most mellettünk halad el autóval, itt a felvonulási tér mellett, az már minket is láthat. Hihetetlen! Dudáljanak, úgyse halljuk. De egyébként tényleg nem. Tehát azon gondolkoztam, most próbáltam én is ilyen mindenféle zajokat elkapni, hogy hallunk-e valamit. De ide igazából föl nem jön semmi. A következőt látjuk, megmondom, hogy mi az elosztás. Tehát én az erdő felett ülök, figyelem, hogy esetleg itt vannak a Neótól mesterlövészek. Látjuk-e valamelyik fán Boros Lajost, amit készül egy társadalmas puskával kilőni a bal szememet. Ennyi a hatalmitás, a célba vette Feri. Így van. Abszolút megtörténhet. Feri, te vagy belőve az Árpád híd felé, ugye Hősök tere irányába kell figyelned a mesterlövészeket és a konkurencia egyéb, hát hogy is mondjam, hadállásait. A Szépművészeti Múzeumnál megmozdult egy mumia, na ő a Lajos. Igen. A tetőn keresztül visznek valami festményt. Igen, Jani, te pedig belátsz a hátam mögé, ugye? Te vagy felelős az épületekben, hogy ott van-e valami mozgás, és van-e valami készülődés. Gyakorlatilag semmi, illetve néhány úriember, illetve úrhölgy oda nyomja az üveghez az órát, és nem hisz a szemének valószínűleg. Mert ők takarítják az üveget, tudod? Nem integetnek. És figyeljetek, egyébként egészen elképesztő, mert ebből a magasságból már tök jót be lehet látni a várost. Most, hogyha Balázs mellett jobbra a válla fölött elnézek, ami nem könnyű feladat, hiszen azért mégiscsak birkózott egy keveset. Licesz. A Gellért hegyet látom. Na, gyakorlatilag. Én mentálisan nagyon dolgozom magam a gyerekek, azt kell, hogy mondjam. Tehát, hogy, de ez még nem a végleges magasság. Ez még nincsen 50 méter. Fejjel! Jó, Sanyi, egy picit álljunk meg. Én azt mondom, jó? Álljunk meg, nekem most egy olyan 2 perce szüksége van, nekem ezt szoknom kell, gyerekek. Akut tériszonyosként, hadd szokjak hozzá ez a magassághoz. Ha meg tudnám mondani, Sanyi, akár megüzenni, vagy valamilyen jelben elkommunikálni a stáb többi tagjának, hogy most jelen pillanatban milyen magasan vagyunk. Mindent látunk, tehát konkrétan szerintem a Börzsönyig egészen ellátni, a Hősök tere, mindent látni. Én már a hallgatóinkat, én már magát a teret lefelé nem látom. Maga mögé nem lehet. Ugye mert nem nézel le. Nem kell minden részletet elmondani. Halló, Sanyi! Na most vagyunk 30 méteren. Ezt most nem mondod komolyan. Erről van szó! Ezt most, ne, most szórakozol. Ez az ajtó volt, Sanyi elment. Sanyi, komolyan mennyi vagyunk most jelen pillanatban? 30 méter. 30 méter. Zseniális. Na, hát még majdnem egy duplázás vár ránk, ugye, az ugrás előtt, de ezt csak az utolsó órára tartogatjuk, így is áll a forgalom, és így is áll a gyalogosok hada a Dózsa György úton. Mindenkit arra kérünk, hogy nyugodtan tessék erre kanyarodni egy pillanatra, gyerekek, fantasztikus a látvány online közvetítésben, a morningshow.hu-n és a classfm.hu-n folyamatosan lehet minket látni. Az autósok, ha mennek a keleti felé, akkor balra néznek, tudnak nekünk integetni. A villogást látjuk egyedül, tehát ha jön a szembeforgalom és megy a Hősök tere felé, akkor tudnak nekünk villogni, azt mi látjuk. Mindenkinek örülünk egyébként. Na, és lent pedig, mondjuk a mi drága hallgatóinknak, akik eljöttek ide, hogy 7:30-tól Polgár Peti büntet a színpadon. Úristen, mindenki fel fog ide jönni. Megkérdezik a stúdióra. Úgyhogy tessék nyugodtan oda menni a színpad elé, jön még Kassa Tibi és Wolfka is, és a hírek alatt azokat, akik eljöttek, megörvendeztetjük először egy Polgár Peti koncerttel. Van fejjebb! Van fejjebb! Jó, tudom, Jani, hogy elkapott a hír, egy picit hadd szokjam. Jó, tehát tériszonyosként azért nekem ezt még egy picit szokni kell, de a hírek után mehetünk fejjebb. És csak annyit kérnénk, aki a másik darut kezeli, a két kollégával, az operatőr kollégával és a fotós kollégával, hogyha csak egy picit arrébb viszi, akkor nem fogja kicsűrni az üveget oldalt. Igen, gyerekek,
itt ülünk 30 méter magasan, és rádió műsort készítünk. Az egész olyan, tényleg mondjuk meg őszintén, mintha egy ilyen nagyon fura közös álomban lennénk, nem? Rettenetesen. Óriási. Óriási. Közel, Jani. Óriási. Na, Anett jön a hírekkel, aztán jövünk vissza 0636450000 az SMS szám, rengeteg hozzászólás jött, ezekből is szemezgetünk, lent a színpadon pedig Polgár Peti, mi jövünk, vagy megyünk feljebb még a hírek után 8:04. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, 3-4-8 lesz, pontosan 2 perc múlva, 30 méteren van jelen pillanatban a Klassz FM, 30 méteren van a Morning Show, még megyünk feljebb, de várom. Én reménykedtem benne, gyerekek, hogy ez az 50 méter, hihetetlen sok helyen látnak minket egyébként, folyamatosan jönnek az SMS-ek, hogy épületekből, ablakokból, különböző kerületekből próbálnak mindenkit belőni, nem tudom, látjátok-e például az állatkertben a sziklakert is látszik, ez itt az állatkertnek ahol a mik vannak ott? A jeges medve integet, igen. Ez tulajdonképpen a szikla, igen. A gondozónak most kezdődik a munkaidője, most mászik bele a jeges medve bőrbe. Igen, és megy be. Folyamatosan kapjuk az SMS-eket. Köszönjük szépen, Polgár pedig lent büntet. Éppen halljuk még, hogy a színpadon zajlanak az események. A technikus kollégáknak szólunk, hogy nagyon szeretjük a Polgár Petit, de most az picit fontosabb, hogy mi vagyunk. Jó? Tehát ők húzzák le. Attól függ, mennyire hallatszik be, igen, Peti rettenetesen lelkes. Na, és itt van velünk Gábor. Hello, Gábor, jó reggel, szia! Szevasztok, fiatalok! Hello, Gábor, merre vagy? Én most jöttem kivecsésről, most jöttem fel a nullásra. Most mentél fel a nullásra, az előbb azt írtad nekünk, hogy itt valahova fölálltál, és megpróbáltál minket betájolni. Igen, a Gyömrői úton voltam, volt egy vesúti sorompó, az 10 percet álltam, körülbelül nem jött az a rossz vonat. És mondom, fölállok, mert látok valamit az égen. Fölálltam, és fel Isten, és kontinent látok az égen. De mire álltál föl? Cementes tart a tetejére. De nagy mire vagy. Emeletes? A cementes tartály. Ja, cementesek a tetejére is. Onnan lehet szabad szemmel látni, hogy itt lebegünk az 56-osok terepen. A Bajcsiról jöttél kifelé a Gyömrőire? Gyömrői úton vagyok. Ráadásul akkor ez azt jelenti, hogy kiküldhetem a feleségemet is, meg a gyereket is, akkor nézzék már a fatert. Hattokják, így van, hozzátok. Nagyon-nagyon sok erről látni. Itt ugye végig látjuk az egész szint, az egész harmadik kerületet, ugye az Árpád híd másik oldalán, ellátni a második kerületre, ellátni a hegyekig, tehát bárki, aki kilép az erkélyre, folyamatosan írhat nekünk, mert láthatóak vagyunk különböző épületek tetejéről is, szabad szemmel. Természetesen a Facebook oldalunkra és a honlapunkra is, a morningshow.hu-ra folyamatosan kerülnek fel új képek, úgyhogy ti is meg tudjátok nézni. Így van, és ami nagyon fontos, hogy ha esetleg valaki a morningshow.hu nem ér el minket, mert rengetegen próbálják az online közvetítést nézni, akkor a klasszfm.hu-n ugyanúgy megtalálhatóak vagyunk. Ott van az online közvetítés, és folyamatosan lehet nézni. Hú, gyerekek, azért megmondom őszintén. Jó ez az emelkedés. Jó ez, de gyerekek, nagyon kell koncentrálnom. Tehát agyban nagyon-nagyon-nagyon kell azon dolgoznom, hogy ilyen folyékonyan menjen minden. De te egy nagyszerű fesztőr, meg tudod csinálni. Melózom magamon, nem tudom, érezted az előbb a kezemet. Persze, amit most jég hideg, konkrétan. Facsarjunk ki. Én tudom, hogy minden egyébként tényleg fejben dől el. Így van ezzel a tériszonnyal is az ember, de melózni kell. Tehát szerencsések vagyok, azt kell, hogy mondjam jelen pillanatban, hogy mindenféle zokszó nélkül tériszonymentesen írjátok. Fantasztikus a kilátás, távolra fókuszálok, de erős elmemunkával próbálom magamat kordában tartani. Nincs meg az a fajta biztonságérzet, ami lent. De ez 5 méteren ugyanígy fennáll, tehát ez nem, nyilván nem az emelés miatt van. És valahol egyébként ez egy olyan igazságtalan dolog, mert annak idén a múltban gyakorlatilag minden olyan dolgot megcsináltál, amit épesző ember megcsinálhatott különböző műsorok kapcsán. Kétszer bungee jumping voltam, ejtőernyőztem, versenyvitorlás repülővel köröztem a levegőben, minden. Jég alatt volt merülés, minden. És most, ami a magassága kapcsolatos, az egész egyszerűen 4-5 év, az teljesen elszállt. Megjött az eszed, fiam. Meg a tériszonyom is, igen. Na, 8 óra után hívjuk Geszti Pétert, hogy elmondja, hogy mi történik a Vágtán, és közben természetesen Wolf Kati és Kassa Tibi is fellép a színpadon 8:30 között. Mit akartál mondani? Mit mondott a vezérigazgató, hogy fel se lehet állni? Azt fel, igen, az a baj, ha egy tériszonyos mellett valaki hirtelen mozdulatokat tesz az a tériszonyos. Ja, ne haragudj! Az abban a pillanatban nekem egy ilyen alulról elinduló, ez nem tudom, hogy aki nem tériszonyos, nem tudja, hogy egy ilyen alulról induló ilyen melegségérzet tör rád, és egészen a fejtetődik. Minden hirtelen mozdulattól egyébként. Az előbb elindult a mellettünk lévő kosár lefelé, és így megkérdeztem, hogy mi emelkedünk, vagy a mellettem lévő kosár megy. Szenzáció. Basszus, Balázs, megint kiömlött a kacsád. Rohadékok vagytok, nem tudjátok, milyen ez. Még 5 évvel ezelőtt még hasonlóan magasan én is ugrottam. Képtelen
szerelem. Én mondtam, hogy katéterezzük be. Szemetek. Figyeljük, és egyébként most a mögöttünk lévő épület, ami egy banknak az épülete, gyakorlatilag benépesült, mármint az épületnek a teteje. Mert hogy ők is fölmentek, de éppen integetnek, mi visszaintegetünk nekik, sziasztok! Tényleg, különböző háztetőkön áldogálnak az emberek, ablakokból lógnak ki folyamatosan, és mindenki integet, és rengeteg SMS, csak egy-két szemezgetés. Jani, még ne ugorj, mert fájni fog. Józsi. Azt mondja, hogy hihetetlen, hogy minden autóban egyformán vigyorognak az emberek, vagy mindenki beszívott ma reggel, vagy mindenki titeket hallgat. Évi. Csak halkan megjegyzem, hogy Sanyi kiszállt az emelőből. De ez most komoly. Finoman lefűzött, igen. Sanyit megkötöztem, a kioldó gombon a kezem. Kapaszkodj Balázs. Hurminek, köszönjük szépen. Azt mondja, hogy Székesfehérvár előtt Mór felől 15 perces araszolgatás, gyorsan egy közlekedés. Jók vagytok, jött egy másik SMS, így jó dolgozni, folyton vigyorgok. Nagyon-nagyon szépen köszönjük. Hello vagányok, Dunakesziről is látni, jól nyomjátok, határ a csillagos ég. Wow! Dunakeszin is látnak minket. Írnak a Normafáról, a Nagykörösi útról, mindenhonnan látják a konténert. De durva. Például az eszembe se jutott, hogy mi mennyi mindenkit fogunk majd látni, de hogy alapjából mi is láthatóvá válunk, és bárki tényleg, aki itt van a közelben is kiáll, az lát minket. Rengeteg, rengeteg SMS, rengeteg hozzászólás. Jó, mikor tervezzük, vagy mikor tervezitek, ez még azért opcionális, a további emelkedést. Mit csináltok? Mit csináltok ti később? Mit csináltok ti ma? Nélküle. Mit csináltok? Oh. Ez rajtad múlik. Ez a forgás, ez nem annyira. Tőlünk a másik kosár indult. Nem, ez most nem szórakoztat annyira. Meg csak a föld forog. Tehát, hogyha maradsz, akkor ide jövünk vissza 8 után, és 9 után megyünk 50-re, onnan ugrik a Jani. Ha úgy érzed, hogy ez most egy picit sok, akkor mi fölmegyünk majd egy 50-esre. Amíg játszunk, addig leugrasz nekem egy teáért, Jani. Ahogy a fenében, magamra tekerek itt valami kis kábelt, és... No kérem szépen, hát akkor lassan, de annál biztosabban elérkezett az idő, hogy úgy játszunk játékot, hogy közben megy lefelé a konténerünk. Köszönjük. Sanyit megkérjük arra, hogy szépen óvatosan, ám annál biztosabb lépésekkel tegye le a konténert, legyen kicsit, olyan legalább kedves. Legalább egy kicsit lejjebb. Köszönjük. Legalább egy picit, picit tarzol lejjebb. Tartsd a frontot felém, nyugodj meg. Ez azért van, mert nem rohadt. Kapaszkodj belé. Jaj, de jó. Kicsit, csak egy picit lejjebb. Jó, köszönöm. Igaz, milyen izmos vagyok. Az a baj, hogy a telefonvonal nem ér föl idáig. Egy jó kifogás. Ja, ez az, így van. Rohadtak. A Ferihegyek leparancsoltak minket. Lesz egy átszálló, tudod, most jön az Airbus. Jó, na játsszunk egyet, akkor én azt mondom, jó? Mert ha csak egyedül egy kérdésünk van, én több mindenre is, de mi csak egy a kérdés, hogy mire gondolunk? Gondolatolvasó vagy? Netán Jós? Sem, akkor ez a te játékod. Mire gondolunk? Állat, híres ember, film, tárgy, gyümölcs, foglalkozás, Bökjáj témakörre és Barkó Bász a Morning Show elme bajnokaival. Mire gondolunk? Mutasd meg, mit tudsz. Halló, jó reggelt! Sziasztok, fiúk, sziasztok! Hello! Gábor, merre vagy? Hello! Én most Honyót felé utazok éppen, árut terítek, és arra felé megyek most fölfelé, úgyhogy rádióban hallgatlak titeket. Viszont fiúk, rossz hírem van. Na. Kecskemét ismerősen most szólt, hogy felszálltak a Grippenek. Köszönjük szépen, nagyon baráti is hozzászólás. Jól van, kivel szeretné játszani, és miért pont Janival vagy Ferivel? Hát most a leggyengébbet könnyű lenne most. Én azt gondolom, hogy most ez egy kiszolgáltatott állapot, igen, a részemről. Így igaz. Na, mire gondolok? A tériszonyodra. Igen. Az, hogy én most hálás lennék a másik két fiút választanád. Akkor megkegyelmezek neked, és akkor inkább legyen a Jani. Janival, jó. Jó. Jani, mi legyen? Mi az, ami jól megy neked, Gábor? Mit szeretsz? Élő ember? Tárgy. Legyen tárgy. Jó, oké. Legyen. Meg vagy? Meg. Meg vagyok. Jani? Én is. A részemről kezdhetjük. Indul a 2 perc, hajrá Gábor! Hát akkor kezdjük. Méretért meghatározható? Igen. Emberméret annál kisebb? Picit nagyobb. Közlekedési eszköz? Nem. Használati tárgy? Igen, maximálisan használati tárgy. Mindennapi használat során? Igen. Jellemző, hogy kik használják? Férfiak, illetve nők? Nem, mindenki használja. Férfi és nő is. Mindenki használja. Az, hogy milyen időszakban használjuk?
Napszak? Nem jellemző. Van, akinek ekkor, van, amikinek akkor. Helyileg? Hogy lakáson belül, lakáson kívül? Ezt a bizonyos dolgot, amire én gondoltam, alapvetően lakáson kívül használják. Jó, milyen tudod, tevékenységi... Feri? Tudod? Persze, ezt mindenki tud. Jó, mert nem figyeltem. Igen. Körbe használjuk. Más dolgod van. Te még egyszer? Tehát milyen tevékenység során használjuk? Az nagyon jellemző, az nagyon jellemző. Jó, ez közlekedés? Nem, semmi köze a közlekedéshez. Nem akarok többet segíteni, mert az a baj, nagyon, nagyon gyorsan kicsúszna belőle a helyes válasz. Nem, odáig közlekedünk, az tény, de nem kapcsolódik a közlekedéshez. Nincs sok idő már. Akkor ez egy szórakozáshoz kapcsolható tárgy? Nem. Igen, sokat ittál előtte. Nehéz, mi? Én most föntről láttam párat, annyit segítek. Föntről láttál párat? Aha. Lejárt az idő? Nem még, még kettő. Jó, akkor te ezt használod a mai nap folyamán? Igen, most szerintem közvetlenül ezután a megszólalás után fog. De fönn nem tudja használni. Na, mire gondolt Jani? Még mindig van? Még ennyire hosszú ez a kettő perc? Szaladnom kell oda. Mennél már. Oké, kérdez rá, Gábor, egyszer tudsz csak rákérdezni, mire gondolt Jani. Elmondta, szerintem most már tényleg kiderült. Teljesen egyértelmű volt. Mire gondolt? Annyira megírták. Gábor? Hát, nem tudom. Nem tudod. Mi volt, Jani? A mobil WC. Ez a mobil WC volt. Így van, ez volt a mobil WC. Gábor, annyira egyértelmű volt, mindent elmondott a Jani ezzel kapcsolatban. Nem tudunk ajándékcsomagot adni. Köszönöm a játékot. Jó utat neked, ciao, sziasztok. Sziasztok. Gyerekek, nem olyan rossz itt lent azért. Igaz? Azt gondolom egyébként, hogy nem annyira rossz. 5 perc, ha pontosan 8 óra, újra megyünk, vagy mentek majd föl, a hírek után Geszti Pétert hívjuk, hogy mi történik itt a Vágtán, hiszen pillanatokon belül ugye benépesül majd a Nemzeti Vágta területe, rengeteg programmal, és közben pedig mondjuk, hogy Kassa Tibi, aki most még erősen egyébként, hát ilyen begyógyult szemekkel próbál úgy csinálni, mintha nagyon kemény lenne, integet nekünk, hogy odaadja a testét. Odaadja a testét az itt felgyülemlett tömegnek, és megrohamozza a színpadot, és fellép 8 órától egészen. Hány dala van? 2? Hát akár egy, talán még 2 számot is előad. 2 lesz, Tibi? Ja, lesz, nyom még egy fekete fér, így mire gondolok? Igen, egy Neoton Família, egy Álmokfutók és 2 Kassa Tibi dal. Jó. Jó, gyorsan fejezzük, mert jön a stúdió felé. Tehát Kassa Tibi, mi pedig 8 óra után újra megyünk föl. Mondja, Tibi, hello. Csak mondani akartam, Balázs, a téliszony fejben legyőzhető. Igen, neked igen. Én egyelőre még csak félig tudtam ezt megoldani. 5 perc van, pontosan 8 óra, keresetek bennünket online, keresetek SMS-ben, és a budapestiek keressenek a levegőben, mert vegyünk újra 8 óra után föl, jövünk a hírek után. A lehető legjobb helyen a Földön. Legalábbis egy tériszonyosnak jelen pillanatban, de újra emelkedünk, és egy óriási elmetrükkel megcéloztam magamban a 40 métert. De most azt gondolom, hogy ez a cél. Úgyhogy újra elkezdünk emelkedni, hihetetlen, hogy mi van itt, tényleg az egész egyszerűen fantasztikus, az, amit mi fönt látunk, mindjárt elindulunk újra, be vagyunk kötve, és hát próbáljuk átadni megint, hogy mi történik, még nem késő idejönni, nem késő valamelyik ház tetejére felmászni valamelyik kerületben, mert kapunk SMS-eket a 3. kerületből, a 2. kerületből, a 11. kerületből, írnak nekünk a 20. kerületből, és a 16. kerületből is, hogy házak tetején áldogálnak végig, és van, aki társcsővel próbál minket megtalálni. Most ne keressen, mert nem vagyunk. A daru egyébként látszik, de azt nyilván jóval nehezebb megtalálni, de meg lehet. Tehát rengetegen pásztázzák a budapesti eget, és különböző pesti és Pest megyei helyszínekből próbálnak minket megtalálni. Jött egy olyan SMS a Tükörhegyről, tehát a törökbálinti Tükörhegyről is állítólag, amikor fölmegyünk, a Tükörhegy tetejéről lehet látni, ki az, hogy Hajdú? Ott vagyunk. Tessék? Hajdú? Az a Hajdú rezidencia van arra felé, nem? Buda Beverly Hills-e, vagy hogy fogalmazott? Ilyen nagyon szerényen apostrofált, ahol lakik. Hát addig, amíg onnan nem költözött. Az óta sokat romlott. Igen. Szóval tényleg, ha valakinek van egy kis ideje, akkor nyugodtan tessék felkapaszkodni egy háztetőre valahova, és megkeresni minket, mert ott vagyunk, és meg lehet találni. És egyébként a fotókat meg a videókat már meg lehet tekinteni a Facebook oldalunkon is, és a morningshow.hu-n is.
nézegessétek, töltögessétek, és az élő közvetítés is működik. Így van, természetesen így van. A classfm.hu-n, illetve a morningshow.hu-n is elértek bennünket. Hát, pici üröm az örömben, hogy némi fennakadást az okoz, csak hogy irgalmatlan mennyiségben mentek fel. Hála a jó Istennek, nagyon szépen köszönjük. Egy-két ilyen pici apró döccenő van, de ez tényleg csak az érdeklődés miatt, mert rettenetesen sokan kíváncsiak a mi kis akciónkra, és ebben a pillanatban elindult a mozgó szauna. Igen. Igen. Gyerekek, a légkondi távirányító aranyatér, tehát azért itt belül harc megy, majd nem tudunk mozogni, le vagyunk kötve, és ebben a pillanatban, hölgyeim és uraim, második felvonás, T-0, újra elkezdtünk emelkedni, imádom, ahogy néha megtorpanunk, és kicsit ráz, már 3 méteren folyamatosan emelkedik a Klassz FM Morning Show stúdiója, pillanatokon belül újra körülbelül 5 méteren vagyunk, úgy, hogy így tőlünk balra pedig már az egyik pályán éppen emelkedés zajlik nálunk. Gyorsan szúrd le, hogy hány méterig? Ezt körülbelül 10 méterig vagyunk most. Meddig pillanat, szeretnél? Meddig megyünk? 40-ig? Menjünk 40. Menjünk most 40-ig, igen. Sanyi, 40 a cél. Mondom én, de lehet, ha be tudom lőni. Igen, szóval azt kezdtem el mondani, hogy tőlünk balra pedig a lovas pályán már díjugrató lovasok melegítenek, éppen szerintem ez még nem a verseny, rengeteg ló, rengeteg lovas, és itt közben a mi kis drága közönségünk, akik integetnek nekünk, tök helyesek vagytok, hogy ennyien eljöttetek, végig állnak itt az 56-osok terén a kordon mögött, integetnek, jó nektek, gondoljatok arra, ti ott vagytok a földön, aki tériszonyos tudja, hogy mit érzem. Ez a magasság egyébként még nem. Tehát valahogy egy bizonyos szint fölött egyszer csak megérkezik. Jó, mikor kell gyöngyözni a homlokot, az abból látszik. Igen. Feri, csak miattunk mondom, hogy van lenne krumplilángos, Balázs ott pedig egy mentő. Imádom azt a fajta empátiát, ahogy te ezt a helyzetet kezeled. Na, rengeteg SMS nézzük akkor, ha Balázs puha maradjon lent híreket olvasni, menjen Anett a fiúkkal. Nagyon sokan irigykedünk rátok, itt állunk kint egy munkahelyen a háztetőn, és drukkolunk nektek, próbáljuk bemérni, mikor látszotok. Nem tudom, hogy hol vagytok, mármint az SMS írói, de körülbelül már ott fönt vagyunk egy 15 méteren, úgyhogy pillanatokon belül ott leszünk az égen, és láthatóak leszünk újra. És ha valaki egy háztetőn kifeszítene egy nagy morning show-s lepedőt, egy nagy logót, egy nagy feliratot, annak Jani külön ajándékot ad, én látom a szemeden. Így van. Szóljatok édesanyátoknak, hogy vigye a dagadt ruhát föl a padlásra. Elkezdtem egy kicsit lejjebb menni, most kipróbálom ezt. Mi van, nem látok ki? Ne foglalkozz semmivel. Mi van akkor, ha a laptopot nézem, veled ennyit, még sose szemeztem egyébként, megmondom őszintén, de veled próbálom tartani akarsz a szemkontaktot. Ne hozd magad méltóságon aluli helyzetbe. Nem, azért. Mondjátok meg, hősiesen küzdök. Igen, küzdök. Most mentálisan azt próbálom elérni, hogy itt lehessek az ugrásodnál 50 méteren. Tehát ezen dolgozom különböző mentális trükkökkel, hogy itt lehessek veled, ne a földről kelljen ezt átélni. És most adjátok neki az acskót. Teljes napfogyatkozás van, egy hatalmas konténer takarjál a napot, itt vannak a földön kívüliek, írja nekünk BZ. Gyerekek, drukkolunk nektek, szeretünk benneteket, közeledik egy malévgép. Sanyinak nagyon-nagyon szépen köszönjük az SMS-t. Megállt a forgalom, itt vagyok a 18. kerületben, mindenki fölfelé néz az autóban, egész város és Pest megye titeket keres, hajrá Morning Show, hajrá Klassz FM, veletek vagyok. Haladok az M7-esen, és hallottam egy karabinerecsenést. Üdv! Üdv a herceg, köszönjük szépen! Aztán még jönnek az SMS-ek. Most ugye képben vagytok, mennyire van beállva a Dózsa György út? Ferikém, egy kicsi közlekedés jelentést így interaktívan, 30 méter magasból akkor szeretném, ha tolnál. Miközben én egyre lejjebb süllyedek. Nyugodtan, kérlek szépen, dinamikusan halad a forgalom, egy-két bámészkodó autóst leszámítva, de tényleg most még lehet közlekedni a városban. Ott a Városligeti tó, gyönyörű. A Vajdahunyad várát innen még Jani se látta szerintem, szerintem már mindenhonnan lefotózta, de innen még nem. Egyre szélesebb a panolárma, és a várjál csak onnan szemből, nézd meg azt az ablakot, fordulj meg Jani, te ne néz ki Bali, ott van egy ablak, és integetnek nekünk egy 10 emeletesből. Hello! Körülbelül 40 méter magasan vagyunk egyébként, tehát egy picit följebb raktuk a lécet, viszonylag sokan vannak most a Halászbástyán, úgy látom, nagyon sok a turista a környéken.
Egyébként pedig tényleg fantasztikus a panoráma, úgyhogy hogy egészen elképesztő. Picit még majd megyünk majd följebb, mert ugye az ugrási magasságnak az elé, és ez nem azért magas. Annyira szeretem, mikor a család tökéletesen megértek. Köszönöm szépen. Ismerem ezt a picit feszengő, picit feszült, picit izgatott, de ugyanakkor kényelmetlen, kellemetlen érzést. Láttam már frisbit. Igen, hajnóarca hetente vasárnap ugyanez az életérzés van. Most ugye képben vagytok, hogy mi a helyzet a hidakon, segítsetek egy kicsit. Gyerekek, a helyzet az, hogy jelen pillanatban azt látom, hogy például a Városligeti tó mellett ugye ott van a Széchenyi fürdő, ott jól lehet haladni, a Dózsa-György út ugye kezd megtelni, hidakra nem látunk rá. Tehát nagyon sok a magas épület, nagyon sok a templomtorony, nagyon sok a tízemeletes ház, tehát jelen pillanatban azért innen hidakat még nem lehet megmondani. Nagyon magabiztosan leginkább a Dózsa-György utat tudjuk megmondani, és azt nézem még, hogy mit tudunk elkapni. Nem, jelen pillanatban, illetve Citadella, de ott pedig nincs forgalom. Na, hány méterre lehetünk most? 40-et kértünk szerintem. 40. Nem tudom, érzitek-e azt a fajta mentális változást, ami beállt? Igen, mutatom a kezemet. Jaj, de édes vagy. Zárad? Nem. Na, Geszti Pétert hívjuk pillanatokon belül, aki természetesen ebben a négy napban is hát egy újabb produkcióért, ugye a Nemzeti Vágtáért adja az életét, és hát itt van már valahol, vagy alattunk, vagy a Vágta másik területén, de pillanatokon belül hívjuk őt. Péter vállalta, hogy a Darunak a gémjén felmászik hozzá, és Petrök közelíti meg a stúdió. Gyerekek, egyet mondjatok meg. Jelen pillanatban magasabban vagyunk-e, mint ahol az előbb volt? Persze, 10 méter. Magasabban vagyunk. Igen, egy elmúlt? Ez 40. Nem. Hány méteren vagyunk most körülbelül? Ez a 40. Ez a 40 méter. 40. Na jól van. Erre jön még egy 10-es, és a Jani ugrása. Jaj, de jó. Várom már. Na, Pétert hívjuk már is, és egy kicsit faggatózunk a Vágtáról, itt is van velünk. Hello, Péter, jó reggelt kívánunk neked, szia! Hello, sziasztok, egy kicsit olyan sápadt a hangotok. Az enyém minden bizonyal, a srácok abszolút élvezik. Jani pancsol ebben a helyzetben, imád mindenhol felmászni, a Feri pedig már keményen be van karpol. Balázs, részvés, ne bújj állandóan a Ferihez. Látom, hogy izzad a tenyered. Konkrétan nézed, aki vetítőt itt vagy, valahol alattunk jelen pillanatban? Én mindig látlak titeket, vigyázz a szememem, mindig látok vettem egyrészt, másrészt pedig, hogy eszembe jutott a régebbi dalszövegem, hogy elmúsz 20 és elmúsz 40. Most éppen ne folytasd, hogy elmúsz lassan, szépen és csendben. Nagyon mondom, ezért raktunk tonnányi homokot a látok, hogyha zuhan, akkor puhára esetek. Péter, tériszonyosként ülök föl, nem annyira jó. Na, hol vagy te most még? Most keltél föl, tartasz ide, ugye hát most indul tulajdonképpen az egész, vagy hát a komolyabb dolgok ugye ma már is természetesen hétvégén. Egy kicsit mesélj arról, hogy mi lesz ebben a három napban. Hát ugye a péntek, szombat, vasárnap az már teljes üzemmódban működik. Ugye, ahogy most is látjátok, már ott reggeltől mennek a diugrató versenyek, két a bor és pálinka falu, egész nap lehet mangalicát, libát, halat és minden egyéb falatokat magatokba szólítani, már amennyiben még leszkedjetek a nyomrotok a földre visszaérve. És hát rengeteg gyerekprogram várja majd a családokat, illetve szombaton már elindulnak a Vágta versenyei, és például van két újdonságunk ebben az évben, állati érdekes lesz, hogy a szilvásváradi ménes például csinál egy ménes. Ezt képzeljétek el, amikor behajtanak oda az ősök terére mondjuk 50 vagy 60 gyönyörű szép lovat szabadon, akik ott körbe vágtatnak. És majd nagyon... kurászák őket később a tökölin. Persze most nyilván megelégednétek azzal a magassággal is, amit egy ló nyerge jelent. Én ezt megértem. Nagyon tetszik neki, hogy azért örülök ennek a mostani pillanatnak, mert én például annak ellen, hogy repülőknek neveztem az első zenekaromat, utálok repülni, és most minden örömmel kapaszkodom itt a földbe, hogy nekem nem kell most ott fönt lengedezni veletek. A másik pedig az, hogy idén ugye lesz még egy újdonság a Vágtán, az úgynevezett Vágta Biga verseny, ez egy fogadhaj verseny, ami egészen különleges, a régi római kocsikra emlékeztető szerkezet, aki a Ben Hur című filmet látta, vagy a Gladiátort, az pontosan tudja, hogy néz ki egy ilyen kocsi. Én tegnap megnéztem ezeket a kocsikat, Péter, csak akarom mondani, hogy ki az a kocsi, amelynek a tengelye kilóg egy fél méter, és ki van hegyezve. Ő a Pataki. Pataki Attila fogja játszani Messzala szerepét a Ben Hurból. Igen, de azt még nem mondtuk, hogy rá
rátok számítottunk, hogy ott a pálya közepén kéne irányt mutatni, és hát, hogy elszágult a Jani mellett egy ilyen kis kocsi. Azt, hogy megnézem, hogy kettébe szűrészel. Fejem fölött megy el, Péter. Fejem tényleg, ez nem akartam, hogy ne. Jött a Feri, meg a térdényi papja el, érted, ez nem lesz így. Ez egy örök visszatérő elem egyébként a mi szereplésünk lovas formában a vágtán. Tehát most már lassan 3 éve gyúrjuk egyet. Én felvezettem a celebfutamot a múlt héten, abszolút. Vagy múlt héten, a múlt évben sikerült felvezetni. Igen, a celebek közül ki az, aki most esélyes? Hajas Lacitól számíthatunk esetleg egy újabb kaszkadőr mutatványra, ő azért minden évben bevet valamit. Nagy csata lesz, én úgy hallottam idén is. Hát azt hiszem, most idén ideje, hogy megnyerje. Bár azért megérdemelni. A versenyigazgató most a legerősebb abban az értelemben az ismert emberek, a sztárfutam résztvevőinek a mezőnye, mert hogy igen, két nő is indult, Szőlősi György, a Duna TV MTV műsorvezetője, illetve Trokán Nóra, a színésznő, és ilyen futamunk még nem volt, és én szerintem Hajas Laci nagyon rágyúrt most erre a dologra, annak ellenére, hogy Kasszás Géza is és Kunkli úr is rettenetesen beígérte azt, hogy ők fognak nyerni idén. De idén már nem adunk alájuk olyan, hát hogy is mondjam, csak adrenalinozott lovakat, mint eddig, most már nem indulhatnak angol telivérrel, mert csak egy kicsit jobban kell vigyázni az térségükre. Igen, az nem érjük. Az tudatos, hogy a celebfutamra sem fogjátok széteríteni a homokot a pályán, mert egyelőre még nincsen. Figyelj, Ferikém, először is tetszett a legjobban, aki 2-3 évig vezettél, mi volt, hogy nem celebfutam, hanem jótékony. Három volt, köszi, hogy ezt megjöttem marhára. Nálunk minden felettelebb, de én most minden esetre szeretnék visszatérni arra a különleges érzésre, amiben most ott lehettek, mert pont azon gondolkodtam, hogy valahol Lajka kutya is így érezhette magát annak idején, hogy egy koncertdobozba így kilőtték a világűrbe. Igen, csak mi nem tudjuk megnyalni a tökünket. Egymásért még lehet 3 Lajka egyszerűen, az nagyon szép. Jó, a celebfutam vasárnap, ugye? Természetesen a főnap vasárnapon az RTL Klub közvetíti a döntőt természetesen, és magát a jótékonysági sztárfutamot, úgyhogy ebben az értelemben megvannak már a szép kis hagyományaink, és reméljük, hogy a győztes település idén is nagyon boldog lesz, és elviszi a vágtakartot magával. Péter, azon nem gondolkodtatok még, hogy a Hajas Lacinak adjatok valami fair play díjat, vagy ilyesmi, hogy 10 futam után, vagy honnan jár az már? Nem, ő a helyből visszapattanó rugóláb serif díjat fogja megkapni. Igen, szegénykének tavaly ugye a lába esett ki talán a kengyelből, úgy emlékszem, hogy úgy lovagolt a végig, hogy az egyik lába nem tudott támasztani, nem tudott emelkeni semmit. Tehát konkrétan ez abszolút így van. Volt a végig. Ez abszolút így van, és egyébként azért hozzáteszem, hogy tényleg nagyon nehéz tempóba végiglovagolni a pályán. Hát láttam profi zsokét, aki úgy pattant le a pályán, mert túl szűkre vette a kanyart, hogy a térde beakadt a belső kordonba, és onnan mandinerből visszacsapódott, és lefordult a nyereggel együtt a ló alá. Úgyhogy azért itt keményen kell ám fogni a cuccokat. Úgyhogy már azt hallottam, a Balázs mostanában más extrém sportokkal hajt, de tényleg várjuk egyszer, hogy egy ilyen huszáros lovaglással bizonyítsa, hogy nem csak a levegő ura tud lenni, hanem a homoké is. Jó, a más extrém sportokra nem reagálom. De majd kapsz egy hivatalos levelet. Gyerekek, főleg a Lajka poén után még ki tudja, milyen leveleket kaptok. Péter, nagyon szépen köszönjük. Csókoltatunk, ha jössz le, akkor én nagyon megölelgetlek. Ez egyrészt neked szól, kettő, hogy újra lent vagyok a földön. Úgyhogy nem sokára találkozunk. Jó? És köszönöm, hogy jó, ha túlélitek, akkor gyertek a hétvégén a vágtára. Köszi, és minden jót nektek. Kapaszkodjatok. Mindenki. Próbálunk. Ciao, szia, köszönjük szépen. Geszti Péter, hello. Na gyerekek, és akkor egy kis közlekedés jelentés, mert hogy nagyon sokan kérik tőlünk a Dózsa-György út. Jani, mit látsz, te ülsz a Dózsa-György út felé, én a Börzsöny és a Mátra felé látok el, hogy lehet haladni? Akadálymentes a közlekedés a Dózsa-György úton, jelenleg 40 méteres magasságból szemlélve. Továbbra is a házak tetején folyamatosan integetnek különböző helyekről, látjuk itt például ugye, amerre ellátunk a rendőrpalota, és közben a 13. kerület és a 3. kerület házak tetején lehet látni embereket, akik errefelé néznek és folyamatosan integetnek, és a másik irányba elnézünk, akkor itt is hivatalok és bankok tetején továbbra is állnak kint az emberek, folyamatosan integetnek, és hát itt állnak alattunk, ami drága hallgatóink is, akiket csak azért nem tudunk most leintegetni nekik, mert egyikünk sem tud mozdulni ugye a székéből. Feri, mit fotózol éppen? Kérlek szépen, megpróbáltam magamat. Megpróbáltam egy
panoráma képet csinálni rólatok. Úgyhogy ha ez sikeres, akkor mindjárt feltöltjük ezt is a weboldalra. Zseni, zseni. Tudom. Na. Fél kilenc múlt egy perce. Anett, hello! Itt vagy még? Hogy ne lennék? Na mi, mit gondolsz? Nem hiszitek el. Hogy nem a ringen vagy már? Nem voltam már egy körre, csak aztán visszajöttem. Olyan hány ingerem van, annyira fölkavarodik a gyomrom, hogy figyellek titeket, már nem miattatok. Nézed az online tadásra? Igen. És a és ahogy imbolyogtok, és ahogy az előbb megfogtad a Feri kezét, és mutattad, hogy milyen izzadt vagy száraz a tenyere, én komolyan meghatódtam, mert így az emberi oldalad előjött, Balázs. Tudom, ritkán szokottam. Igen. Csak megtáltorodok. Igazából húz lefelé az arcom, és ezért kellett megfognom a Feri kezét. Úgyhogy nagyon cukik vagytok, és nagyon-nagyon-nagyon izgulunk. Csak gyertek már le, mert tényleg rosszul vagyok. Azt nem tudom, hogy ez már ugrási magassága. Ugye 9 óra után Jani lábára kötelet kötünk, és egy tulajdonképpen nagyon hanyag mozdulattal kilökünk majd a stúdióból. A fején fejkamera lesz, úgyhogy minden látható továbbra is online, és itt a kivetítő, nem tudom, hogy ez ugrási magasság. Ugrási magasság, csak innen még becsapódik. Tényleg 50-en vagyunk egyébként? Nem. Picit megbarátkoztam. Nem késő még idejönni a helyszínre, itt vagyunk továbbra is a Nemzeti Vágtán, ugye az 56-osok terén, felmenni házakra, háztetőkre, mindent láttunk, egészen a Hármashatárhegyig, egészen a Börzsönyig szinte, úgyhogy gyertek integetni, és a Dózsa-György úton is lehet folyamatosan villogni, látjuk, hogy úgy mennek el mellettünk az autók, kiintegetnek, villognak, kilógnak a teherautókból, a kukás autókból, úgyhogy gyerekek, elképesztő. Azt nem mondom, hogy minden reggel, de brutálisan jó. Egyszer ki kellett próbálni. Egyszer ki kellett próbálni, igen. Fél kilenc múlt 2 perccel, jövünk vissza nem sokára, hármas ugrást is játszunk, 9 óra után pedig Jani 50 méter magasról az éterben először kiugrik majd élő adás közben az Üveg stúdióból, bungee jumpingol úgy, hogy a kezére tekerünk egy mikrofon, és az egész ország hallhatja, ahogy János, hogy milyen artikulátlanul fog beszélni, nem tudom, de valami hangot fog kiadni, az egész biztos. És előtte még az ajtót is kinyitjuk. Jövünk vissza a hírek után. 3:49 lesz, 4 perc múlva jó reggelt kívánunk mindenkinek, innen a levegőből 40 méter magasan vagyunk jelen pillanatban. Fantasztikus az, amit érzünk, és abban bízunk, hogy mindenkinek átjön, aki minket hallgat. Olyan, mintha tényleg egy ilyen álomszerű lebegés lenne. Rádió műsor csinál a Klassz FM, rádió műsor csinál a Morning Show a levegőből 40 méter magasan. Előttünk Budapest, ellátni a Börzsönyig, látni a kerületeket, integető embereket, autósokat, az előbb a távolban egy helikopter, teljesen váratlanul nem tud nyilván ide berepülni, de a hegyek fölött egy picit megállt, tovább repült, valószínű, hogy onnan is próbáltak, lehet fotókat készíteni, háztetőkön emberek, autósok dudálnak, integetnek, tehát hihetetlen, mi pedig, mint egyfajta, mint az Angyalok városában, vagy a Berlin fölött az ég című Wenders film, ugye lebegünk a város felett, és örködünk, vigyázunk rátok, és közben mondunk közlekedési híreket. A Dózsa-György úton mi a helyzet, Jani, te látod? Figyelj, tökéletes a forgalom, jól halad, semmi fennakadás nincs, és úgy látom, hogy pontosan, precízen betartják a követési távolságot is. Hé, Tata, be oda, szarassa a kutyát! Látunk Budapest, rátok látunk, mindent látunk, belátunk házakba, belátunk ablakokba, lakásokba, úgyhogy mindenki egy kicsit figyeljen. Közben rengeteg hozzászólás, köszönjük szépen SMS-ekbe, hogy ki hol van, ki hogyan próbál minket megnézni. Emberek állnak dombtetőkön, háztetőkön, hegyeken, és különböző távcsövekkel próbálják megkeresni a stúdiót. Nagyon sokaknak sikerül egyébként, és látnak minket. Volt egy fura, hogy valaki azt mondja, hogy innen egy templomtorony mellett áll egy háztetőn, próbáljuk meg integetni, nem tudjuk, hogy merre, mert kb. 15 templomot látunk. Nem tudjuk, hogy hol vagy, mi nehezen tudunk megtalálni, de örülünk, hogy itt vagy, és örülünk, hogy minket hallgatsz. És itt van a közelben egyébként egy kollega, egy másik toronydarú valamilyen építkezésen, csak jelzem öreg, hogy le vagy nyomva. Igen. Szóval tényleg egész egyszerűen elképesztő az a szeretet, ami árad mindenkiből. És ami drága hallgatóink, itt állnak alattunk, rátok is gondolunk, veletek is vagyunk, ugye pont alattunk, nyilván egy kisebb körön kívül, őket jelen pillanatban nem látjuk, mert hogy annyira magasan vagyunk, hogy már szinte úgy is úgy tűnik, mintha alattunk lennének, de tudjuk, hogy itt vannak, köszönjük szépen, és bátortalanul kinézel. Igen. Néz ki. A rózsaszín felsős néni, integessen vissza, integetek lefele, kezit csókolom. Igen. Igen, ott van, megvan, jó van, és ebben a pillanatban kapcsolatot teremtettem egy hallgatóval. Látok egy nénit, narancsárga pulóverben van, fehér vállappal és egy fehér táskával, fölfelé néz most már, ő is próbálja lokalizálni a hangot, hogy honnan jön, riadta hátra mögé néz, keres minket, fölfelé tessék nézni, csókolom!
Csókoló, itt vagyunk! És ebben a pillanatban lendül a keze, integetnek a mentősök is, hát nekik is visszaintegetünk, hogy ne integetnénk. Be vannak készülve, be vannak készülve ők is. Igen, közben pedig a lovas pályán már az egyike homok is van, és integetnek. Hmm, látok két szépen fejlett kis dedet, egy középkorú hölgy van hozzájuk nőve. Kérdezd meg, mi a neve az ikreknek. Innen föntről jól látni? Egyébként igen. Tudom, hol akkor azok fejlett. Nem kis dedek. Egyébként nem tudom, hogy hallják a kedves hallgatók Balázs hangján, hogy abszolút aklimatizálódott már. Próbálkozom, jól érzi magát. Dolgozom az ügyön. Mentálisan nagyon dolgozom. Két megszólalás között már olyan telefonbeszélgetéseknek lehetünk itt a Fülton és stúdióban, hogy gyakorlatilag jobbra-balra nézegetve, a vágta egész területét belátva instruál. Erre vagy tonka az ízek utcája? Ez a vége vagy az a vége? Közelebb van a vágtához, vagy távolabb? Na jó, figyelj, most nem látok benneteket, hol vagy? Ja, meg vagy. Tudomásul kell venni dolgokat, hogy se a félelem, se a tériszt, hogy alapjában nem létezik, csak az agyunkban. És hát ezt meg kell próbálni leküzdeni. És ezt tudja az agyad? Az agyad nem tudja, az agyad próbál becsapni, a jobb kezemről még mindig folyik a víz, de le lehet. Csak dolgozni kell rajta, dolgozom minden egyes pillanatban. Amikor csöndben vagyok, azon dolgozom, hogy ilyen folyékonyan menjen a beszéd. A jobb kezemről folyik a víz, a bal meg elhal. Igen, de kihagyhatatlan élmény lett volna. Na nézzünk egy-két SMS-t. Azt mondja, hogy Balázs, nézd le, lopják az autód. Már megyek is? Igen, Miskolcról integettek, láttok? Kérdezi Csubi. Hát az erős túlzás. Várjál, azt mondja, hogy arra kell nézni. Arra kell néznünk, arra van Miskolc egész egyszerűen. Igen. Gyerekek, onnan nézve, Sukandor is aprónak látszik? Sütés Pista kérdezi. Nem vagyunk olyan magasak. Balázs, nagyon magasra lehettek, ha már bankokból is lehet látni a Konténer Stúdiót. Üdvöd, Gino. Kassa Tibi, Wolf Katival, Smáron lent elszabadult a pokol. Úristen, vigyétek onnan azt a férfit. Igen. Aztán a főnökön napját feldobjátok, itt üvölt a virágüzletben, hála, köszönet. Na, mit tettünk vele? Mondtunk valami jött? Nem hiszem. Na nézzük. Azt mondja, Balázs, ha Mátra felé néztek, jelezzetek, mert látlak titeket, Salgó Tarjában vagyok. De lehet, hogy takar egy ház. Vasárnap megyek Pestre, maradjatok addig fenn, mondja Zoli. Jani, most ugorj, itt a kassa, meg a csiszár alattad. Rengeteg SMS. Feri, olyan aranyosan... böködöd a telefonodat, puszi Nina, aki az online adást nézi. Elküldem a panoráma képet rólatok azért. Igen, Feri közben panoráma képeket csinál. Nagyon szépek vagytok, az egyiken neked nincs fejed, mert bemozdultál, de a másik az jó, úgyhogy szerintem az is föl lesz majd egyszer a morningshow.hu-n. Klassz ez az Apollo korszak, írja a NASA. Nagyon szépen köszönjük. Hármas ugrás, azt hittem csak Jani ugrik. Igen, úgy néz ki, hogy tényleg csak ő ugrik. Igen. Így van, én fogok ugrani. Seggel érkezem, fáradt kiéget. Amett is jól énekel, de... Sziasztok, nincs hozzátok munkafelvétel, fantasztikus az a közeg, amit létrehoztok, irigykedve hallgatlak titeket minden nap, csak így tovább, üdvözlet a földről, Csúcsú írta nekünk, köszönjük szépen. Gyertek még egy picit le, és vodkázzunk! Aztán, légiközlekedési ír, a Ferihegyi radar bemért egy kocka alakú azonosítatlan lárgyat, és nem engedik a többi gépet le, illetve felszállni. Ezt Frank írta nekünk, köszönjük szépen. Ha ráértek az ózójukat, glettejétek be! Nagyon jó! Bali, gratulálok, végre elérted az egódat! Nem, ahhoz még nem, gyerek, 40-en vagyunk, bassz! Igazából a nyakam fárad a legjobban, baromira húz az arcom lefelé, de ellentartok. A bokádon gumikötél, Jani, nagyon bátor legyél, én meg lentről szurkolok, a Dallasba tankolok, egy Jani burgert betolok. Hoppá, gyerekek, hoppá. Versek is jönnek. Látlak benneteket, itt vagytok alattam, Valeri Nikolajevics Kubaszom. Fiúk, minden oké, itt a 20. kerületben rettentő égett kábelszag van, ami a Hősök tere felől jön. Látlak titeket, imádjuk a műsort, írja nekünk Andi, köszönjük szépen. Most kaptam a hivatalos magasságot, 26 méteren vagytok, nem á. Nem á, van ott smiley-e? Van. Ne, kicsit megijedtem, hogy ez a 26 méter. Tudom ám, hogy ennek mindjárt vége, és csak egy tréfa volt az egész. Mindjárt fölébredek. Balázs, látom a fejed a kékesről, írja nekünk Gyuri. Közlekedés jelentést kértek tőlünk, drágák vagytok, tényleg, szóval, hogy próbáljuk mondani, most egy baromi nagy kék busz befordult ebben a pillanatban a Dózsa-György útra, illetve egy billenős autó hasít az Andrássy úton, nincs dugó, viszont a Vajdahunyad vár mellett a sétány kezd beállni, ott az már valószínű, hogy visszadugul az M3-as bejáratáig. Azt most nem látjuk, úgyhogy írjatok, hajrá! Na játszunk akkor egyet, 555-55-00 a telefonszám, aki gyors, az játszott velünk egy jó kis hármasugrást. Hármasugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Halló, jó reggelt!
Hello, sziasztok! Hello, István! István, merre vagy? Én itt a Rózsadombon éppen egy gyönyörű panorámáról figyelem a budapesti táját és keresett titeket. Ezt most komolyan mondod, hogy lent ülsz valahol a hegyen? Itt vagyok fent, igen, majdnem az egy legmagasabb háznál vagyok gyakorlatilag, csak olyan smog van, olyan büdös ez a Budapest, hogy nehezen lehet ezeket kivesevenni innen. Na de várj, az a helyzet, hogy mi látjuk a komplet Rózsadombot, tehát akkor meg kell találnod minket. Várj, az melyikén proli jelent. Hát igen, Mit látsz most? Merre nézel? Hát gyakorlatilag így a Dunával párhuzamosan nézek, és egy-két csillogó objektumon kívül látom esetleg, hogy a Feri remeg egy kis nikotinért, de más nyom nem. Az viszonylag fontos lenne, hogy a Dunára merőlegesen nézzél. Mert ha párhuzamosan nézel a Dunával, akkor nem biztos, hogy látsz minket. Tehát át kéne nézni. Hát kibújok egy hegy mögül, és esetleg, nézz de nagyon-nagyon smogok. Az a Rózsadomb az ugye a Budánba. Igen, nem a Dunával párhuzamosan keres minket, Pestre próbálj átfókuszálni. Fókuszál, de nagy a smog. Figyelj, a hármas határhegy megvan neked? Látod a tornyot? Nem, azt még nem vették meg. Igen. Na, ha arra nézel, akkor jobbra kezdjél el egy kicsit nagyon lassan pásztázni. A Rózsadombról balra kell, hogy legyen neked a hármas határegy, és ha jobbra pásztázol, akkor egyszer csak meg kell, hogy lássál minket. Gukkjál van a kezedben? Jó, mindegesek gyorsan. Mindegesek egy kicsit. Hornyon van, nem? Honnan jutott eszedbe ez a szó? Gukkjál. Nem tudom. Mit látsz? Budapestet. Na jó, van, akkor ilyen vagyunk. Kézzel, hogy sokkal távolabbi kerületekből is megtalálnak minket egyébként, István. Oké. Okay. Hát én őszintén megmondom, hogy nem. Van-e már relikviát, bármi tőlünk? Semmi sajnos még, de remélem, hogy most sikerül valamit összehozni. Na figyelj, miközben akkor pásztázott Budapest Egét, mert hogy ott vagyunk 50 méter magasan, jön az első kérdés dedikált Egér alátétért. Milyen állat a tarantula? Hát, ha jól tudom, akkor ez egy nagyon szép pók. Megvan a dedikált egér alátét. Menjünk tovább? Mehetünk. Így szól a második kérdés. Ki az eredeti szerzője és előadója a Jégszív című dalnak? Demién. Demién Rózsa. Hát igen, azt nem akartam mondani. Na, és így szól a harmadik kérdés dedikált Bögrért. Melyik óceán veszi körül a Hawaii-szigeteket? Na, ha jól tudom, az a Csendes utcán. Hát ez most nagyon-nagyon. Nagyon jó az. Művelt, széles látókörű, intelligens fiatalember vagy, bár a tájoláshoz nem nagyon értesz. Hát ahhoz nem. Na, van akkor egy ajándékcsomagot tőlünk, jó? Nagyon-nagyon köszönöm. Dedikálva. Nagyon örülök mindennek. Köszi, csáó, vigyázz magadra, köszönöm szépen. Hello, sziasztok. Ez volt a hármasugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. Az Andrásin érkezem bringában, piros pólóval integessetek. Integeste? Gyerekek, az Andrásit nem látom. Ott integet, a sarkon. Hol van? Piros pólóban, piros biciklivel. Piros póló, hello! Integes még egyszer, de nagy! Piros pólóban meg tőlünk kb. 300 méter érkezik az egyik hallgatók. Piros pólóban hallgat minket headsettel, és bringázik nagy erővel erre. Nyugodtan lehet SMS-t írni, életjelet. Ezt nem hiszem el. Jézusom, Atya úristen. Ezt nem hiszem el. Néhány arra stábból, illetve a programigazgatónk megérkezett a mellettünk lévő Daruval, amivel ugye operatőröket, meg mindenkit felhúznak ugyanabban a magasságba. Felhozták Balázs ápolónői. Konkrétan megérkeztek egy guminővel. Csodálatos Aranka jött, nagyon csodálkozó tágra nyílt szájjal, helyesen felöltöztette, bólogató fejjel, két férfi és egy guminő. Én tényleg azt gondolom, hogy gyerekek, ez egy nagyon szürreális állomás kezd válni, ez az egész, ami itt történik. Se ennél följebb, se ennél lejjebb nincsen. Egyébként nem Aranka, hanem Olga. Igen. Csodálatos. Se a célját, se az értelmét nem látom, nem értem, de nagyon jó. És közben pedig Sanyi és a másik Daru kezelője csodát hajtanak végre, hihetetlen közel hozták az Üveg Stúdióhoz a guminőt. Én egyébként nagyon bízom benne, hogy csak Titus és Henrik fogyasztott nagy mennyiségbe abból a bizonyos cigánymegy pálinkából, és Sanyi nem. Jaj, gyerekek.
Amikor látom a másik kosarat kicsit ingadozni, akkor kezdek el nagyon kapaszkodni. Köszönjük szépen a megtisztelő figyelmet. Miért van itt egy gumidő? Hát ez komolyan, egyre szürreálisabb minden. 6 perc van, pontosan 9 óra, mi még mindig a levegőben, gyerekek. Történelmi pillanat több szempontból is. Egyrészről Wolf Kati lent a színpadon, a Nemzeti Vágta területén, a Klassz FM stúdiója alatt pillanatokon belül színpadra lép, és két nagyon nagy slágert fog elnyomni. És ami ezután jön, az soha nem történt még meg rádió stúdióból, soha nem történt meg még az éterben, senki soha nem csinálta Jani élő adásban. Most már nincs visszaút, 50 méter magasról egy kezére rögzített mikrofonnal, egy fejére... Azt hittem a kötél. Erről nem tudom, nekem más kézre. Mondta. Igen. A fejére rögzített csőkamerával kiveti magát egy bungee jumpinggal a stúdióból, és aztán lógatjuk fejjel lefelé még egy kicsit, ugyanis tudod, hogy onnantól ez a mi kezünkben van. Egy, ha mi elrendeljük az ereszkedést, akkor tudunk lefelé menni, addig te ott lógsz, mert föntről nem tudnak leszedni. Ezek a lombfűrészek miért vannak itt? És a Balázs annyira megszerette, hogy 11-ig maradunk. Online közvetítés folyamatosan a klasszfm.hu-n, nézzetek meg minket, látszik a másik kosár is, és látszik a guminő is. Tényleg? Éppen. Várjál, valamit mutogat. Mi? Hogy? És ha most elkezdtek... le akar velem ugrani. Igen, ha most elkezdtek integetni, drága hallgatók, akik itt vagytok lenn, mutat benneteket a kamera, mindenki látható, hogy mennyien vagyunk itt az üvegstúdió alatt, mert rengeteg Morning Show hallgató kijött hozzánk, és biztatják Janit, akinek egyre párásabbá kezd válni a tekintete. Hogy? Tessék? Most igen. Ez jött. Egészen jól vagy mindez ideig, egyébként úgy látom. Mi kezdesz? Kezdesz izgulni kicsit? Igen, nem fér már el alul a folyadék, és jön felfelé, azért párásodik. Most már lemehetnénk egy pici. Soha nem ugrottál még, ugye? Nem. Nagyon várom, nagyon kíváncsi vagyok rá. Azért ez egy picit másféle fajta történet, mint a mászás. A mászás során is nagyon sokat, nagyon magasra fel tud menni az ember, ott mégiscsak szembe vagy a sziklafallal, igazából közbe, ez a tevékenység közbe. Nem látod, hogy milyen magasan vagy, csak amikor már standoltál, és a végén körbenézel, és az gyönyörű, fantasztikus, de azért ezért egy picit más, úgyhogy van bennem egy kis druk. Én is mindig megvárom a standot, hogyha valami kocsmában vagyunk hajnaltáj. Azt kérdezik, még a hallgatók a lakásokban látunk, mondjuk meg, hogy éppen mi történik, beszámolunk erről, és van egy-két hely, ahol konkrétan belátunk egyébként. 4 perc múlva 9 óra, Jani ugrásával jövünk vissza, folytatódik a Morning Show itt a Glass FM-en a levegőből 50 méter magasról, hírek, aztán itt vagyunk mi is. 4:10 múlt, 1 perccel jó reggelt kívánunk mindenkinek, jó reggelt kívánunk itt a Nemzeti Vágta területén, ami drága hallgatóinak, akik egyre többen vannak, hello, hát ahogy följött a nap, azért a kicsit fázosabbak is megérkeztek. Itt most már sok százan áldogálnak itt, és várják azt a nagy pillanatot, amikor Jani egy mikrofonnal a kezében leveti majd magát, végig a kordon mellett folyamatosan emberek vannak. Ugye a Nemzeti Vágta területe, Hősök tere, nagyon egyszerű minket megtalálni, azon belül is a felvonulási tér, hogy 56-osok tere, inkább így mondom, a Darút kell keresni, még nem késő ideérni, Jani körülbelül T-30 perc múlva ugrik. Egyre inkább izgatott állapotban van, azt gondolom, egyre inkább össze-vissza beszél kicsit. Jelen pillanatban pedig mindenféle utasításokkal látják el, hogy ugorjon, hogy tartsa a kezét. Nem tudom, hogy ilyenkor, Feri, mit gondolsz, hogy ez eszébe jut az embernek egyébként ugrás közben? Na, micsoda, hogy lehet? Hát milyen utasításokat, hát az ja, nem, hogy milyen utasításokat neki kap. Igen. Neki semmi, ő azt se hallja, ha beszélsz hozzá, de egyébként nem ő a legidegesebb a csapatban, mert te gyakorlatilag mind a három füles begyűjtötted saját magadnak. Gyerekek, jobb, ha három van, mint ha egy se. Ezekben a pillanatokban mondjuk azon a hallgatóink kedvéért, akik sajnos nem lehetnek itt velünk, hogy óriási készülődés, fotósok, kameramanok, operatőrök stúdión belül, stúdión kívül. Jani már felszerelkezve készül az ugrásra, a nyakában pedig egy nagyon helyes kis kamerával. Na János, ja, hogy vagy? Let's get the party! Ha te ilyen röviden beszélsz, akkor már kezdesz izgalmi állapotba kerülni, ez jó. Igen, mert hát gyakorlatilag itt kétféle nagyon fontos szempontot kellett összeheggesztenünk a szakembereinkkel. Egyrészt az, hogy látszódjon majd valami az ugrásból, ennek következtében gyakorlatilag két kamerát viszek majd magammal. Az egyik itt van a mellemen. Abban lehet már beszélni? Persze, integes. Sziasztok, szia Jani, köszönjük. Jó volt veled ez a 2,5 év. A másikat pedig a kezemben fogom tartani, ez egy pici kézi kamera, tehát gyakorlatilag az ugrás
utazásnak minden egyes pillanata rögzítve lesz. A másik nem elhanyagolható, a szempont pedig az, hogy mondjuk közben biztonságban is legyek, tehát azoknak a hevedereknek is legyen hely, amik engem ahhoz a gumikötélhez rögzítenek, ami pedig ugye a konténernek az aljához van applikálva. És még én vagyok a kötözött sonka, hát nézd meg magad, hogy mennyi van rajtad. Jani, de nézd meg, hogy mennyien állnak pont veled szembe, mert ugye te arccal a tömeg felé integetnek, biztatnak, kezek a levegőbe, folyamatosan több száz ember vesz tőled búcsút. Csak néhány percet. Köszönjük a virágot, nagyon drágák vagytok. Igen. Írják az SMS-eket, Jani, ne aggódj, hordtak alád már egy csomó trágyát, úgyhogy nem lesz baj. Aztán egy hallgató azt írja nekünk, hogy Szentendréről lehetett minket látni az előbb, amikor a levegőben voltunk, egy magas ponton van, és Szentendréről nézett minket, 106-os írta nekünk. Drága 106-os, maradj még ott, ahol vagy, egy kicsit nem sokára újra emelkedik az üvegstúdió, és minden eddiginél magasabbra megyünk, a stúdiókonténerrel megcélozzuk az 50 métert, úgyhogy hát szerintem még Szentendrén túl is lehet majd minket látni. Pillanatokon belül megtörténik itt a végső bekötés, az egyeztetés. Már Viki is kiszállt egyébként, örülök. Egy operatőr kolléga átvette a helyét, úgyhogy az online nézők sem maradnak le semmiről. A Morning Show és a klasszfm.hu-n mindenki tud bennünket élőben követni. Ami fontos, hogyha nem tudtok egyből fölmenni, vagy a holnap egy picit ledob benneteket, rengetegen, tehát sok-sok tízezer ember akarja ezt online nézni, tessék próbálkozni, vannak bizonyos lyukak, amikor talán egy kicsit kevesebb vannak, fel lehet férni a szerverre, csak kitartóan kell próbálkozni, hihetetlen nagy a tumultus az interneten is, írjátok sokan, hogy nem mindenki tud feljutni, igen, ennek oka van, hát rengetegen nézik az online közvetítést is, és egyre többen vannak itt a helyszínen. Na. Csak jelzem a tévés kollégáknak, hogy szeretném, hogy elsőre sikerülne, nem szeretnénk még délután háromkor is itt a fókusz kedvéért. Na még egyszer, Jani, talán most összejön, aksi, rendben! Csapó 160, ugorj akkor még egyszer. Megnéztél egy csomó videót, majd ezekről beszélünk, mert a létező összes bungee-s videót te ugye kielemezted, és próbáltál rá lélekben felkészülni. Még azokat a videókat is, amik gyakorlatilag az első néhány bungee-t, vagy gyakorlatilag azokat a bungee jumpingokat ábrázolják, mutatják meg, amiket ezek a természeti népek ugrottak először mindenféle növényi indákkal a lábukon általuk épített tornyokból. És hát nem mondom, hogy azt a formáját bevállalnám szívesen, mert ők gyakorlatilag az arcukkal tompítanak, amikor leérnek, és felássák a földet közvetlen az ugrási terület alatt, hogy egy picit porhanyosabb legyen. És ott nincs visszahúzás, tehát tudod, van egy ilyen lián vagy inda, annak nincs rugózása, így megakad fél úton a csávó körülbelül. Zseniális, ja, és ott egy lábra kötik, Jani, csak szólom. Igen, egy ráadás. Gyerekek, jönnek a celebek is szépen, itt már az előbb Pataki Attila lepett meg néhány CD-vel minket, egyébként nagyon helyes volt, ő is ide nézett, a Kati is beköszönt. Most érti az idei celebfutam második helyezettje. És a Laci is itt van, Laci, gyere majd be egy pillanatra, és hirtelen nem tudom eldönteni, hogy lovas vagy motoros szerelésben vagy-e. Lovas, igen, egy bukós is akar, tehát kicsit eklektikus az öltözéked. Motoros, lovas, motoros, igen. Hello, Laci, na, örülünk, hogy te sziasztok, is itt vagy, sziasztok. Megérkeztél a fő attrakcióra. Hello. Muszáj volt, kíváncsi vagyok, hogy milyen ügyes lesz a fiatalember. Na, de közben pedig már ez lovagló szerelés rajtad, egy bukós is akar, jól látom, hogy... Igen, mert most jöttem a Kincsen Parkból egy jó kis tréning. Érződik. Köszönjél, osztagomban. Na, már találgattuk a gesztivel, hogy idén. Egyrészt baromira megérdemelnéd, hogy megnyert. Tehát én most már minden évben elmondom, hogy abszolút neked drukkolok, vagy. Mert minden évben bevetsz valami kis trükköt, amivel feldobod az otthoni hangulatot. Muszáj, de, hogy kis marketing munka, muszáj. Kis marketing munka. Nyersz-e idén, Laci, hogy érzed? Milyenek az ellenfelek? Ez 90%-ban lófüggő. Tehát mindenki felkészülhet, mondjuk alá tesznek egy Ferrari-t, meg egy Zsigulival megyek, akkor sanszom, és hiába vagyok én Schumacher, nem? Ez igaz. Milyen a pacid? Jó, hát az a baj, hogy csak 2 hete kezdtem el vele dolgozni, mert le kellett váltani a másik lovat, meg kicsit megoldult. Szétgyötörted? Nem, ágaskodott egyfolytában, meg visszafele futott a pályán. Ez kicsit ilyen telivér temperamentum. Aki mondjuk mindenki egy irányba megy balra, mi meg megyek mondjuk jobbra, mert úgy gondolt aló. Laci, tőled ez a megszokott kicsit, tegyük hozzá. Igen, szóval, igen, hogy ez gondoltam rá, hogy nem kéne lecserélni. És azt gondolom, hogy nehogy aztán csak, hogy végiglovagod esetleg megnyer, mert azt mondják, hogy Laci, hát ebben már semmi nincs. Ugye valamit fel kell dobni. A többiek mennyire készülnek? Mit tudtál? Én úgy tudom, hogy a Kaszás Gézával találkoztam tegnap előtt, és mondta, hogy minden nap megy ő is lovagolni. Minden nap készül ő is. És overdózzal ment egy pályán.
Ja, egy pályán. Ja, igen. Ja, azt hittem, mert meglepődtem volna a fölültetikre. Egy olyan pályán ment, amin az overdózis, mert nem ezen, hanem egy másik. Onda az is ló, ez is ló. Csak hát a dózi az egy lassú. Kik még az ellenfelek? Kik indulnak vasárnap a cellefutamon? Kik vannak még? A Trokán Nóri még nagyon komoly lehet, mert ugye gyerekkora ott a lovagol, és hát könnyű, azért egy 30 kilóval húzza biztos, hogy kevesebb, mint én. A Konklinti vadon meg egy ilyen kemény fejű ember. Igen, ő tájbukszban jobb egy picivel, mint. Igen, ő megfenyeget, hogy nem megy aló, leüti. Megmondja a lónak, hogy vagy futsz, vagy megöllek egy csapással. És kész. Hát akkor itt megdolgozom az istállóban az ellenfelet lóvaid, néhány szóbossal, meg high kick-kel. Igen. Figyelj, egyébként nézve a vágtákat és a futamokat, szerintem a rajt. Tehát ez biztos ti is baromi sokat gyakoroltátok, hogy az ottani helyezkedés, az ottani elindulás után már, ha elől vagy, onnantól kezdve tulajdonképpen baromi nehéz fordítani. Igen, nagyon jó ló és jó lovas kell ahhoz, hogy utána tudjál előzni. Az az igazság, hogy mindig korrektül játszom az egész történet, és mindig arra várok, hogy azt mondják, hogy start. De ne várjál! És nem erről szól, mindenki így magától általában valaki elugrott, és akkor hoppá, akkor menni kéne nekem is. Tehát én láttam a start vezényszót, de nem működött. Bevezet titeket, ugye mi láttuk egy csomószor kívülről, mindenki helyezkedik, és egyszer csak indulás van. Aki egy méterrel előrébb van, szinte tulajdonképpen behozhatatlan. Így van, és hát tavaly is a Tibi ugye előbb elstartolt, én mentem utána, de más szanszom nem volt megkerülni. Indulj el most! Most? Az jó lenne, látod, akkor biztos megnyernél. Maradsz az ugrásra? Megnézed? De hogy, de azért jöttem. Nagyon jó. Jó, azt fölvinnénk, de hát elég szigorú szabályok vannak, úgyhogy csak lentről tudod majd nézni. De szívesen fölmegyek veletek. Az a baj, hogy aláírtunk mindenféle nyilatkozatot. Laci, mi drukkolunk akkor neked vasárnap, de például akkor maradj itt velünk, jó? És azért a biztonság kedvéért vágasd vissza a frufruját a lovadnak, vagy intézd el te magad. Ma reggel mondtam a Lacinak, akivel együtt lovagolok kint a pályán, hogy le kéne vágni a frufruját, aztán nem lehet, mert az a szép, hogy az szép. Jó, de nem lát. És belehúzhatnánk néhány mellért is. Nem, sem azért mondom. Laci, köszönjük szépen, drukkolunk akkor neked vasárnap. Ciao, maradj itt. Köszönjük szépen. Köszi, hello. Na, gyerekek, arra kérnénk akkor mindenkit, hogy aki jelen pillanatban nincs már kikötve és nincs engedély az itt tartózkodásra, a szépen lassan meneküljön és lépjen ki a stúdió konténerből, mert hogy az ajtót becsukjuk, és a legnagyobb örömömre megcélozzuk az 50 métert. Annyira várom, mint még soha semmit. Úgyhogy, ha 40-en voltunk gyerekek, onnan már az 50-et megugorjuk. Nem is fogod érezni. Kicsit puhatoloztam egyébként, hogy mekkorát rántasz majd az ugrásoddal, azt mondták, hogy nem vészes. Ez a test tehát nem ránthat. Igen, a te kis szerény a 58-60 kilód mennyi vagy? 63. Nem ránt túl sokat. Tisztam. Na, ajtó becsuk, és ebben a pillanatban Sanyi, drága daru kezelő Sanyinkat felszólítjuk akkor, hogy szépen kezdjük meg a fokozatos emelkedést. Rékasi Károly is ebben a pillanatban megérkezett, és integet, hogy szálljunk minél magasabbra. Karcsi, drága vagy, köszönjük szépen neked is, hogy itt vagy. Hajrá, Jani, felkiáltással, némi kicsi kárörvendéssel az arcán konstatálja, hogy indulunk. Gyerekek, tényleg nagyon sokan vannak itt. Egy utolsó integet, és Jani, még ahogy megindulunk, mert hogy te ülsz szembe majd azokkal az emberekkel, akik itt vannak, nekik is van egyfajta kajámosolja az arcukon. Azt érzem én ebben a pillanatban, hogy baromira örülnek ennek, hogy élőben végignézhetik, hogy fogsz kiugrani. Vérszakra gyűl az éjivad. Igen. Mindenki itt van. Mi pedig ebben a pillanatban emelkedünk, kicsit tétován, jelen pillanatban egy olyan 5 méterecskén. Fent vagyunk, Jani, ugorhat. Ha innen lehetne ugrani, azt mondanám, álljunk meg egyébként. És most jelzik, hogy nem Sanyi van a fülkében, hanem Csiszár Jenő gyerekei babráját. Igen, babráják a daruk különböző kis gombjait. Hihetetlen sebességgel elkezdtünk emelkedni. Több száz Morning Show, több száz Klassz FM hallgató pedig búcsúzik tőlünk. Jani, te már nem látod őket, én viszont igen, mindenki integet. Nemzeti vágtát kirakták, csak jó, mondom, hogy kirakták ilyen különböző kis papírlapokból, és különböző alakzatok kezdenek itt kibontakozni az 56-osok terén. Igen, a fotóznak. Gesztipont ezt a posztert keresi, amit lecsortatok valahol, de jó, köszönjük. Igen. Fotóznak, folyamatosan integetnek, rengetegen áldogálnak itt, van, aki a gyerekét tartja a kezében, van, akinek a gyereke a nyakába ül, mint az a kis helyes rózsaszín kislány napszemüvegben, közben pedig a Dózsa-György úton folyamatosan megy a forgalom, a pályát pedig teszik rendbe. Jani, hordják a trágyát neked. Igen, hajrá végre. Na, komolyan, mennyire vagy becsokizva? Azért látok egy kis izgalmat az arcodon. Persze, mindenképpen. 3 órája én szenvedek, most kicsit szenvedjél te, azt kell, hogy mondjam, hogy látom, hogy be vagy feszülve. Mama! Kellett ez nekem?
kellett ez nekem? A mamámhoz akarok menni. Ne, hát mindenképpen van bennem egy jó kis egészséges drug. Hát nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyen lesz. Kaptam rengeteg jó tanácsot, de szerintem ez is olyan, mint a gyereknevelés, hogy mindenkit meg kell hallgatni, aztán meg majd te majd úgy teszed, ahogy gondolod. Kassza Tibi is odajött hozzám, és elmondta nekem, hogy mire figyeljek oda. Mi okosat mondod? Engem megint bejött a tévész, hogy legyőzhető, vagy nem. Tehát én hozzám 3 órája ezeket a mondatokat mondja, nagyon szeretem ezért. Ő azt mondta nekem, hogy az ő első ugrása nem sikerült jól, mert nyitva hagyta a száját, és úgy működött, mint egy fékező ernyő. Az albatroszokat kiszedtek, és... és összeszedett 30-40 kiló muslincát. De a viccetérető a Tibi azt mondta, hogy élvezzem az első néhány másodpercet mindenképpen, amikor még a kötélnek a feszülés, a kötélnek a húzása nem emlékeztet arra, hogy én azért mégsem szabad eséssel és szabadon, mint a madár, zuhanok lefelé a kék égen. És utána pedig már egy picit húzom, meg aztán megint, amikor ugye visszaérkezek, visszaránt a kötél, és megint elindulok lefelé, hogy ez megint egy nagyon jó érzés. Igen. Picit megint magasztom. Igen. Minden, amit mondasz, Eri, úgy van, én most mentális trükkökön dolgozom magam, mert elértük a kritikus magasságot. Van egy holtpont, amin átesem. Nem most tudom, mi mit mondtál, de remélem nagy butaságokat nem. Próbálok úgy csinálni, mint aki figyel, én most egy picit magamon dolgozom, a Tériszonya. Figyelj, én ugrottam 2-szer. Jaj. Az elugrás, hogy? abban kicsit rászkódunk, és ez nem élem meg annyira jól. Az elugrás az a lehető legfantasztikusabb, ugyanis a következő történik. Kiállsz majd az ajtóba, áldogálsz egy ideig, én azt tudom neked mondani, mint 2-szer ugró, amikor még ez a Tériszony című dolog nem létezett, hogy éld meg azt a pillanatot, hogy ott állsz ki, ne siessd el. Tehát nem kell azonnal leugrani, brutális. És a következő pillanatban pedig... De hát jön a reklámblokk. Jó, hogy jön, ez is az várat. A következő pillanatban pedig egész egyszerűen dőj bele a semmibe, és tedd szét a kezed, és valami elképesztő élmény. Ez az egyik. De éld meg a pillanatot, hogy állsz az ajtóba, alattad a tömeg, már rajtad a kötél, tehát baj, abszolút nem lehet. A másik pedig, amikor a kötél visszaránt, és érezni fogod a rántást, és lesz egy pont, amiről ugye beszéltünk már ezen éten, amikor egy pillanatra megállsz megint a levegőben. És az ott a súlytalanság, de ez mondjuk 1/10 másodperc, nem tudom mennyi. És újra brutálisan zuhanva elindulsz a föld fölé, vagy a föld felé. Elképesztő. És ekkor csorog minden a nyakad. Ha a pillanatot élvezd ki, akkor még az nincs. Az a megyünk, hogy konkrétan nem könnyítettem magam, tehát ez egy picit szerintem majd problémát fogok. De hogy is, semmi. Nem, eszedbe nem jut. Eszedbe nem jut. Ennyi idősen még a szimmeringek jól zárnak, úgyhogy nem lesz. Csak 33 vagy 40, vigyázz. Semmiféle probléma, igen. Na, egyet mondjatok meg nekem. Hogy ez már az 50-e. Ez az 50. 50 méteren vagyunk, hölgyeim és uraim. Az a helyzet, hogy már a mellettünk lévő kosár se tudott ilyen magasra följönni. Elértük az ugró magasságot, elértük az 50 métert. Itt vagyunk fönt, egy kicsi hangulatjelentés a házakról, továbbra is embereket látunk, integetnek folyamatosan körülöttünk mindenhol. Mi a helyzet a forgalommal? Fogalmam nincs, mert nem látok el odáig, olyan messze vagyunk a földtől. Nem, megvan a Dózsa György út. Kicsi dugó, kicsi áldogálás, és mindenki értet szorít. Mindenki. Gyerekek, ha én csöndben vagyok, akkor én dolgozom magam. Épp megköszönni akartam a figyelmet. Ügyetek csak a műsort. Na. Nagyon jók vagyunk egyébként, de tényleg mindenki minket néz. Abban bízom, hogy Hajdó Péter nem szerezett valami műbalhét a közelben, és nem terül a figyelmet az ugrásomról. Szerintem nekem is, és azoknak is, akik ma itt megtiszteltek minket a figyelmükkel, hatalmas élmény lesz. Ilyet még tényleg senki nem csinált előttünk. Az biztos. Utánuk meg már nem lesz értelme. Ajátok, na, megmutatjuk akkor gyorsan a nap legjobb pillanatait. Ugye több mindenről is szó volt. Gyerekek, én azt gondolom, hogy itt besűrűsödtünk egy kicsit. Bebizony. Nem csak most csekkoltam le, egy zapszem se fér. Ilyenkor pénteken ugye mindig Peti hetesezünk. De szerintem a Peti megbocsátja most nekünk, és minden drága Morning Show hallgató, aki nincs velünk, hogy Jani még ugrik, megmutatjuk a nap legjobb pillanatait. Van egy nagy bejelentésünk még, amit szeretnénk majd az ugrás után, és a nap legjobb pillanatai után elmondani, hogy most az egyszer a Petivel mi kivételt teszünk, kap plusz 5 percet a színpadon, lent a Morning Show hallgató előtt, és átteszik jövő hétre. Ízegetik, nem kérik. Nem akarják. Szóval, jönnek a nap legjobb pillanatai, és utána Jani 50 méterről élő egyenes adásban leveti magát az üvegstúdióból. Még egy kicsi mentális rákészülés, és utána Jani ugrik.
Ugye több mindenről beszélgettünk, hát az emelés pillanatait mutatjuk meg újra, ugye? Azt gondolom, hogy felejthetetlen volt, és felhívtuk Geszti Pétert is, aki kicsit viccesen, aztán pedig komolyabban mesélt a vágtáról, és hogy milyen szenzációs ez a négy nap. Ezeket a pillanatokat most újra megmutatjuk, aztán Jani. Ez történt a Morning Show-ban. Ebben a pillanatban ugye megtörtént maga a beülés, hárman lerögzítve már a székekhez üldögélünk, Jani szembe, Feri pedig a jobb oldalon, a stúdió pedig még mindig áldogál a földön, de most már tényleg csak körülbelül T-minusz másfél perc, és elindulunk fölfelé. Én azt mondom, hogy azért picit a darukezelővel Sanyival azért egy röpke haverkodás, nem? Szóval, hogy azért sok múlik rajta. Sanyi, itt van. Hello, Sanyi, jó reggelt, hello. Szevasztok, jó reggelt. A megszokott hang, ami drága Sanyink, akivel ugye már egy emelést és egy ledobást megcsináltunk. Sanyikám, hogy érzed te ezt a reggelt? Hogy vagy? Hogy aludtál? Köszönöm szépen, jó vagyok. Aludni még ezután fogok valószínű. Ha fölhúztalak benneteket. Igen, ha elindultunk fölfelé. Jó, oké. Okay. Látsz-e olyan billentyűt esetleg magad előtt, vagy kart, vagy valami, amit egy nem ismersz még? Van-e valamire az itt, vagy kioldás? Vannak még ilyen gombok, amikkel nem. Ne, gyerekek, az egész csapatról egyébként nyilván a humorizálás nem kell félérteni. Mindenki, aki itt dolgozott, maximálisan profi, a legjobb a szakmájában, mind a fan Bungie, mind a Bautrans, úgyhogy hihetetlen jó kezekben vagyunk természetesen, de hát egy kis önirónia azért belefér, ebbe senki ne értse félre. Na, gyerekek, azon gondolkozom, hogy kell-e még valami, Jani lekötve, Feri lekötve, én lekötve, Viki is megvan, kiürült a stúdió, Sanyi mondta. Sanyi visszaalud. Na jó, akkor. Na jó, aztán ha nincs kérdés, akkor én pattanok. Sanyi finoman bontotta a vonalat. Induljunk el, én azt mondom, jó? Mennyit lövünk be, mit kérünk Sanyitól? 30-at mondtál. 30-at? 20 grammot. Szerintem 10-en megállhatunk. Jó, gyerekek, induljunk el akkor, drága Sanyi. Most nem tudom, érzitek-e, de lehet, hogy ez csak egy ilyen csalódás, hogy mintha már egy egészen picit önmagában picit imbolyognás tudni. Már vizionálsz. De komolyan mondom, semmi. Levegőben vagyunk egy olyan 5-10 centi? Semennyit. Na, ja, kezdődik. Ja, Isten. Szentű meg voltam győződve arról egyébként, a gyerekek már egy egészen picit. Istenem, ezt a magasságot, mert semmi nem történt még. Na nem most, most azért nem mondjátok, hogy nem emelkedünk. És ebben a pillanatban tényleg elemelkedtünk. Ebben a pillanatban, hölgyeim és uraim, elkezdtünk emelkedni. Egyelőre ugye az online kivetítől látjuk a saját konténerünket, látjuk a távolságot. Hát most már fenn vagyunk azért körülbelül egy 40-50 centin. És már egy picit finoman elkezdett himbálózni. És finoman elindult. És most a konténer is. Finoman elindult egy ilyen, hát nem tudom, egy ilyen mennyi, 30-50 centis kilengés. Közben pedig vidáman integetünk mindenkinek. És elkezdtük, ez még innen jó, tehát innen még az erkélyünk is magasabb. Hoppá, van egy kis emelkedés. Igen, soha Sanyi előre dőlt. Van, gyerekek. Nem olyan francba, ez beragadt. Na, gyerekek, itt is voltunk, mehetünk lefelé. Nagyon vagány. Ebben a pillanatban, hölgyeim és uraim, hát nehéz megtippelni, de folyamatosan mondjuk, hogy a stúdió konténer fent van, körülbelül, mennyit mondjak, hogy nagynak tűnjön, de hát 10 méteren vagyunk jelen pillanatban, körülbelül így lövöm be. És kezd forogni. És finoman egyébként befordultunk, igen, már lovakat és homokot is látok. Igen. Egészen durván vizionálok. Emelkedünk. Nézd, mekkora plakátot kaptunk, oda néz a napocskával, Morning Show. Morning Show, napocska, közben a hallgatók integetnek, mindenki itt áll. Ennyi kéz a magasban, mindenki integet, még azok is, akik a fagyhalál szélén vannak, mert reggel 6 óra óta itt vannak. Gyerekek, a helyzet az, hogy egyre kisebb az emberek. Egyszerűen zseniális. Annyira olyan, mint álmodnék egyébként. Hihetetlen. Közben egészen oldalra fordult a stúdió, ezt kevésbé szeretem. Szerintem most vagyunk olyan 30 méter környékén, bámulatos a kilátás, és hát a Dózsa... Úristen, hogy össze van szarva az arkai? Dózsa György úton pedig minden mentve. Én az erdő felett ülök, figyelem, hogy esetleg itt vannak a Neo-tól mesterlövészek. Látjuk-e valamelyik fán Boros Lajost, amit készül egy társadalmas puskával kilőni a bal szememet. Ennyi a 630-as, csak félre vette Feri. Így van. Abszolút megtörténhet. Feri, te vagy belőve az Árpád híd felé, ugye Hősök tere irányába kell figyelned a mesterlövészeket és a konkurencia egyéb, hát hogy is mondjam, hadállásait. A Szépművészeti Múzeumnál
mert megmozdult egy mumia. Na, ő a Lajos. A tetőn keresztül visznek valami festményt. Igen, Jani, te pedig belátsz a hátam mögé, ugye? Te vagy felelős az épületekben, hogy ott van-e valami mozgás, és van-e valami készülődés. De ez még nem a végleges magasság. Ez még nincsen 50 méter. Fejjel! Jó, Sanyi, egy picit álljunk meg. Én azt mondom, jó? Szevasz, Sanyi! Na most vagyunk 30 méteren. Ezt most nem mondod komolyan. Erről van szó! Ezt most, ne, most szórakozol. Most szórakozol. Nem, most ez az ajtó volt, Sanyi elment. Pétert hívjuk már is, és egy kicsit faggatózunk a vágtáról, itt is van velünk. Hello, Péter, jó reggelt kívánunk neked, szia! Hello, sziasztok, egy kicsit olyan sápadt a hangotok. Az enyém minden bizonyal. Kicsit mesélj arról, hogy mi lesz ebben a három napban. Hát ugye a péntek, szombat, vasárnap az már teljes üzemmódban működik. Ugye, ahogy most is látjátok, már ott reggeltől mennek a diugrató versenyek, két a bor és pálinka falu, egész nap lehet mangalicát, libát, halat és minden egyéb falatokat magatokba szólítani, már amennyiben még leszkedjetek a gyomrotok a földre visszaérve. És hát rengeteg gyerekprogram várja majd a családokat, illetve szombaton már elindulnak a vágta versenyei, és például van két újdonságunk ebben az évben, állati érdekes lesz, hogy a szilvásváradi ménes például csinál egy ménes tepes. Képzeljétek el, amikor behajtanak oda hősök terére mondjuk 50 vagy 60 gyönyörű szép lovat szabadon, akik ott körbe vágtatnak. És majd nagyon kürásszák őket később a tökölin. Így van. Persze most nyilván megelégednétek azzal a magassággal is, amit egy ló nyerge jelent. Én ezt megértem. Nagyon tetszik neki, hogy azért örülök ennek a mostani pillanatnak, mert én például annak ellen, hogy repülőknek neveztem az első zenekaromat, utálok repülni, és most minden örömmel kapaszkodom itt a földbe, hogy nekem nem kell majd ott fönt lengedezni veletek. A másik pedig az, hogy idén ugye lesz még egy újdonság a vágtán, az úgynevezett vágta biga verseny, ez egy fogadhaj verseny, ami egészen különleges, a régi római kocsikra emlékeztető szerkezet, aki a Ben Hur című filmet látta, vagy a Gladiátort, az pontosan tudja, hogy néz ki egy ilyen kocsi. Én tegnap megnéztem ezeket a kocsikat, Péter, csak akarom mondani, hogy ki az a kocsi, amelynek a tengelye kilóg egy fél méter, a és biga Pataki Attilájé. Ő a Pataki. Pataki Attila fogja játszani Messzava szerepét a Ben Hurból. Igen, de azt még nem mondtuk, hogy rátok számítottunk, hogy ott a pálya közepén kéne irányt mutatni, és hát, hogy elszágult a Jani mellett egy ilyen kis kocsi. Azt, hogy megnézem, hogy kettébe szűrészel. Fejem fölött megy el, Péter. Fejem tényleg, ez nem akartam, hogy ne. Jött a Ferit, meg a térdénni papjál, érted, ez nem lesz így. Ez egy örök visszatérő elem egyébként a mi szereplésünk lovas formában a vágtán. Már azt hallottam, a Balázs mostanában más extrém sportokkal hajt, de tényleg várjuk egyszer, hogy egy ilyen huszáros lovaglással bizonyítsa, hogy nem csak a levegő ura tud lenni, hanem a homoké is. Ez itt a Morning Show. 3:10 lesz, pontosan 5 perc múlva, és közeledünk. Szépen lassan, Jani pillanatokon belül ugrik. De azt még el akartam mondani egyébként csak így a Pétert, egy kicsit kiegészítve, hogy tényleg mennyi minden történik itt a vágtán, és milyen jó nekünk, hogy például van ez a 4 nap, hogy az ember ellátogat ide, és annyiféle kultúrával, annyi típusú emberrel, annyiféle konyhával, annyiféle ízzel találkozhat, hogy rengeteg mindent megtudunk saját magunkról, szerintem. Hát tehát ezért este, is érdemes. Tegnap este mi császkáltunk már a két gyerekkel, ugye megnézni a konténert, meg egy ugrást, és például gyönyörű székelykapuk vannak a vágta területén. A két gyerekem szájtát vált, mert ugye ezt te még, tehát Budapesten így viszonylag ritkán akadsz bele, Erdélyben nyilván van, meg néhányat találsz Magyarországon. De... Itt a bejáratnál láthatsz egy székelykaput, és egy 31 éves egyébként Tórjafaluban, Kézdivásárhely mellett Tórjafaluban lakik az az ember, aki faragja, ő egy fafaragómester, és azokat, amiket készít például, azok itt megtekinthetők, például egyik van a vágta elején, a bejáratnál. És ő csinálta a világ legnagyobb székelykapuját, ez egy 15 méter széles és 9 méter magas székelykapu, az Tórjafaluban található. És ami az érdekes ebben, hogy ő szombaton és vasárnap fafaragóként székelykapukat készít itt a vágta területén, amit aztán emberek vagy kiállítanak, vagy megvásárolnak, vagy a saját házuk elé leteszik, és látható élőben egy fafaragó mester, Pető Sándornak hívják, és ilyet például ritkán lát az ember. Tehát élőben székelykaput készíteni, hogy ez hogy készül, hogy mennyi munka, hogy mennyi energia, szombat, vasárnap, nem azt mondom, hogy egy teljes kapu elkészül, de a világ legnagyobb székelykapuját készítő ember is itt dolgozik a vágtán két napon keresztül, meg lehet tekinteni. Itt egyébként a felvonulási téren van ő is, a 56-osok terén dolgozik, meg kell keresni. Brutálisan nagyon-nagyon nagy élmény őt látni élőben. Nem sok ilyen ember van a világon, aki például képes erre. Csodálatos kézműves mesterség ez is, úgyhogy gyertek, nézzétek meg. Tényleg érdemes.
igen. Na, Jani, hol vagy? Halló. Gyerekek! Itt vagyok az asztal alatt. Én azt gondolom, hogy megtettünk mindent, amit meg lehetett. Végrehajtottuk azt, amit megígértünk. Megmondtuk a hallgatóknak, a Morning Show hallgatóknak itt a Klassz FM-en, hogy feljövünk és készítünk egy adást a levegőből. Megígértük, ne kiabáljuk el, de úgy néz ki, hogy megcsináltuk. És akkor jött egy ötlet, hogy mi lenne, ha ezt még megspékelnénk azzal, hogy az egyik műsorvezető, Vadon János, élő adásban, az éterben, a rádiós történelemben először kiugrik egy testére rögzített kamerával, online nézhető, élőben nézhető, a fókuszban megnézhető majd este. Rengeteg helyen rögzítjük ezt a pillanatot. Élő adásban 50 méter magasról reggeli műsor közben leveti magát. Később jött az ötlet is, hogy legyen rajtam gumikötél. Sokáig harcoltunk ez ellen, de te kiszötted magadnak. Ebben a pillanatban még mind a hárman ülünk. Ülünk, le vagyunk rögzítve, viszont egy ember kap arra engedélyt és arra lehetőséget, hogy felálljon és elkezdjen araszolgatni az ajtó felé, mi pedig közvetítjük, hogy mi történik. János, én nem félek attól, hogy bármi lesz, a Fanbungee a legprofibb és az egyetlen olyan csapat Magyarországon, akik ehhez igazán értenek, úgyhogy jó kezekben vagy, de én azért szerettem veled dolgozni. De azért volt egy szép pillanat, amit megőrzök a szívemben mindig. Éld át a pillanatot, ahogy ugrani fogsz, készülj rá, állj meg kicsit az ajtóban. Én úgy szorítom ezt a mikrofont, hogy egyébként fehérek az új begyeim, mert végignézni nekem, hogy te beállsz az egy nyitott ajtóba, a legnagyobb kínzás tériszonyosként, de nem akarom tőled elvenni ezt a pillanatot. Úgyhogy, Feri, egy nagyon fontos dolgunk még van. Méghozzá az, hogy rögzítjük Jani kezére a mikrofon. Aki látja az online közvetítést, és itt lent is természetesen a téren, egy elég széles ragasztószalaggal kamera téppel Jani bal kezére rákötjük a mikrofont, amivel reményeink szerint Jani valamit beleordít majd, Feri könyörtelenül ragaszt oda. És az a jó, hogy ez a mikrofon szivacsos, tehát ha kicsit orba is vágod magad, ami egyébként nem történik meg, valószínű akkor is... Semmi baja nem lesz a mikrofon. Van, a mikrofon megmarad, nem kell újat venni. Nem, neked se lesz abszolút bajod, úgyhogy nyugodtan majd ugrás közben próbáld a szádhoz közel tartani. Kamera éle... Hogy működik, nézd meg. Egy-kettő. Próbáld kicsit megrázni, hogy az soha nem fog onnan lejönni. Feri biztosra ment. Jó. Na. És van még egy ragasztani valónk, ne siess ennyire, ugyanis van egy plusz kameránk, azt amivel azt a másik kezébe. Viccelsz? Indítunk még egy kamerát. Igen, kettőd lesz. Rátesszük a másik kamerát a testedre, és utána Jani elindul az ajtó felé, és pillanatokon belül ugrik. És van egy harmadik kamera is, de azt egyelőre takarja a nadrágom. Így van, az a belső működés mutatja majd, hogy minden rendben van. Van, akinek feltűnt, hogy egy darab kötél nincs? Bungee kötél? Én nagyon kapaszkodom között. Én azért beszélek, de én nagyon dolgozom bizonyos dolgokon, hogy én ezt itt tudjam végigcsinálni. Janikám, tedd föl akkor a soha másik... Soha nem hívtál így. Ez tényleg valamit készül, amire én nem biztos, hogy el vagyok. Ezzel indítjuk? A fölsőben. Elindult a kamera, forog. Mindenki lent, bár nem látunk benneteket, de tudjuk, hogy sok százan velünk vagytok, vegyétek elő a fényképezőt, vegyétek elő a kamerákat, és rögzítsétek, aztán pedig rakjátok fel a morningshow.hu-ra, a Facebookra, és osszátok meg mindenkivel azt a videót, ami először készül, hogy rádióban ember kiugrik. 50 méter magasról, úgy, hogy mögötte konkrétan a Börzsöny, és minden más látszik. Baromi magasan vagyunk. Kérhetek-e még valamit utoljára? Egyszer ugrottam velük, Jani, amikor még nem volt érzésem, imádtam, imádni fogod, szenzációs lesz. De baromi nagy élmény, komolyan mondom. De mit akarsz kérni? Még egyszer, talán utoljára szeretném hallani azt a hangot. Melyiket? Mi a hang? Ahogy a fogakat szárítják a fogorvosnál. Az a baj, hogy nem tudom megcsinálni, mert annyira ki van szárítva. Nagyon figyelj. Így szárítják. Köszönöm. Tegnap este kifejlesztettem egy másikat is. Jó. Most már végre felszabadultam, fogok ugrani. János ebben a pillanatban elindult az ajtó felé, aki lát minket és itt van velünk, vagy online, aki nem, azoknak mondjuk, hogy pillanatokon belül nyílik a stúdió ajtaja 50 méter magasan. János kezével ott van a kamera, a bal kezével pedig a rögzített mikrofon. És most egy picit nézz a hátad mögé. Nem, Feri, nem. Ja, nem, ne nézz a hátad mögé. Bocsánat, akkor mondom én, minden egyes környező épületnél, az ablaknál állnak a munkatársak, illetve kint állnak az erkélyeken és szorítanak Janinak, ha hallotok bennünket, integessetek egyet a Janinak, ott is, lent is, halljuk a tömeget! Azért csak fölszól ez 50 méterre, megérkezett a bungee kötél,
Janikám, minden rendben? De tényleg? Nem tudom. Nem úgy tűnsz. Egy óriási fehér kötelet húztak be ide a kollégák a Fanbungee-tól. Most próbáljuk meg a rögzítéseket. Nem. Ja, leveszed a fülest. A fülest, hát ez igen, mert az nagyon drága, érted? Nem kár, de ez majd számon kérik tőlünk. Nehogy gond legyen. Na. Azok a pillanatok következnek, amikor a kötésre hozzárögzítik ezt a bizonyos kötelet, ami visszarántja majd. Hát reményeink szerint visszarántja, ez János. A kötél, nem az előző ugró vastag bele? Miért hasonlít, úgy néz ki. Mire kell ilyenkor figyelni? Én a Janinak elmondtam mindent, hogyha arra, lehet, hogy akkor... a számla pontosan legyen kitöltve. Igen. Hogy másfél-két méterre rugaszkodjon el majd. Másfél-két méterre rugaszkodjon el. És a kezdve legyen a vég a feje fel. Hú, gyerekek. Igen. Na, visszatértem. Hogy vagy, Jani? Én mocskosul szakosok. Valaki csukja be azt az ajtó, gyerekek, amíg nem ugrik. Amíg nem tud kiugrani a csukmamat. Ugorj meg, ki csukott ajtó. Megpróbálom szétnyomni arcélel ezt a plexit. Hú, gyerekek, na! Csinálunk, hogy helyet kéne cserélnünk, jó? Jó. Jani, én gondolatban odanézek, fizikálisan nem. Ez téged abszolút neved magadra, nem azért nem nézek oda, mert nem tudod, ez a nyitott ajtó, ez szétcsap. Azért erősen. Ja, mondjuk a kötélnek egyébként nem gyenge súlya, van mindjárt kiránt az ajtón. Igen, arra figyeljünk. Anya! De kemény. Kiabáljatok! Igen. Behallatszik mindenkinek a hangja, lehet ordítani, lehet kiabálni. Jani ebben a pillanatban 50 méter magasan áll a konténer stúdió szélén, és pillanatokon belül kiugrik. A mikrofonba beszél, Jani! Vár még, Jani, ne ugorj, mit látsz, mit érzel? Iszonyatosan be vagyok fosva. Meg tudod csinálni, jó lesz! Jani, várj! Addig ne ugorj, amíg nem mondom, mert meg vagy hátul közben. Megbeszéljük, azt mondja, hogy minden rendben, én ezt kikapcsolom, és akkor Jó, a következő instrukciót kapta a Jani, addig nem ugorhat, amíg nem szól neki a Tomi, mert hátul még ki van kötve egy biztosító. Áll és lefelé néz ebben a pillanatban. Nagyon be vagyok tolva. Jani, figyelj ide, a legdurvább pont az, amikor el kell rugaszkodni, mondtam, de ha azt megcsinálod, brutálisan jó élmény. Hát utána már ugye... Utána nagyon jó, ne azzal törődj, fantasztikusan jó, csak az elrugaszkodáson kell túl lenni. Fontos, hogy elrugaszkodj. Az operatőr elmegy alólunk. Azt kéri a Tomi, hogy aki alattunk van, az menjen egy kicsit arrébb, hogy Janit ne zavarják össze a vágóképek. Illetve ne vágja össze a képeket. Jó. Hölgyeim és uraim, először az éterben, egy élő rádióműsorban, itt a Klassz FM-en, a Morning Show-ban, 50 méter magasról, az ajtóban, Vadon János a nyitott ajtóban már a biztosító kötél nélkül, természetesen a lábán ott a másik kötél, ugrik, úgyhogy tessék rögzíteni. Jézus! És ebben a pillanatban látszik Jani fejkamerája, hogy mit lát ő a tömegből. Úristen, vissza kell nyelni a vékony beleme. Nem te lennél, te hülye. Jani ebben a pillanatban levetette magát 50 méterről, és túl van élete első bungee jumping ugrásán, és mostantól kezdve egy óráig még nem jövünk le, ott fog lóni. Kicsit hosszabb lesz a műsor, 11-ig, tartsd ki! Mondj valamit, Jani, milyen volt? Elképesztő élmény volt, tényleg azt kell, hogy mondjam, hogy csodálatos volt, nagyon-nagyon szépen köszönöm ezt az élményt mindenkinek, tudja, hogy nem ugrok le még egyszer. Na, hát ez a bungee jumping. Hihetetlen volt, és magad. Áldom az eszemet, hogy terepszínű nadrágban jöttem, mert így nem látszódnak a foltok. Ebben a pillanatban mi pedig már ereszkedünk szépen le, és csak addig a magasságig, amíg János leszedik. A tömeg örjöng. Földet ért vajon? Fejjel persze, hallott csöndben van. Igen. Lóksz még, Jani? Igen, még egy picit, majd gyertek vissza hétfő. Vajon mi mehetett bele az orrába, hogy elment a hangja? Kicsit nazális lett a hangja. És amikor Jani leteszi a lábát, akkor arra kérünk mindenkit, hogy egy utolsó brutálisan nagy tapssal ezt a kicsi embert, aki élete kockáztatásával, több kamerával leugrott. A földön Vadon Jani! Köszönöm szépen!
az irodaházakban pedig fürtökben lógnak az emberek, mind a két irodaházba a tetőn, kijöttek a dolgozók a 10 emeletes házak tetején, végig mindenhol, ahol rá lehet látni a Hősök terére, állnak az emberek a tetőn, villognak az autók, mindenki integet, mindenki dudál. Hol vagy most, Jani, nem látunk? A konténer itt vagyok alatt. Lent a füvön, és sírok. Jó, na, gyerekek! Figyeljetek, hatalmas volt, de nem terelek, meg nem beszélek mellé, tényleg féltem. Jani, ezt le se tudnád tagadni egyébként, de vagyunk ezzel így a mai napon páran, úgyhogy... Nem volt ilyen a lufis napunkon, nem volt ilyen, amikor ejtőernyősen ugrottál, nem haladtunk semmit a hangodban, most ezt lehetett. Egy ez nem lesz többet. Meglátszott a cím. Na, nekünk még több nagyon fontos dolgunk van, ugye van egy játék is közben, hogy egy munkahelyet két héten keresztül szeretnénk megetetni. Köszi! Közben Janit még mindig ünneplik, és mi szépen érkezünk lefelé. Hívjuk azt a nyertes, azt a munkahelyet, azokat az embereket, akik a Chip-Chip éhesek vagyunk játékunkban. Egész héten már játszottak, küldtek SMS-t, és most úgy néz ki, hogy nyernek is. Úgyhogy pillanatokon belül itt lesz a nyertes, aztán hívjuk még a naphallgatóját, és utána egy nagyon-nagyon-nagyon fontos bejelentésünk lesz mindenkinek, aki itt van a helyszínen, és mindenkinek, aki hallgat bennünket. De ezt még egyelőre nem mondjuk el. Pár SMS csak Janihoz. Na uraim, elég régóta hallgatlak benneteket ahhoz, hogy könnyes szemmel bevalljam. Büszke vagyok rátok, jó, hogy vagytok magyaroknak. Marfi is annyi írta, és Jani az Isten király. Úristen, csak hallgatom, de libabőrös lettem. Nagy vagy, Jani, puszi, brigi, kicsi a Jani, de nagyot ugrik. Ezt megkönnyeztem. Úristen, rádió előtt izzad a tenyerem, pedig én is ugrani akarok, de nem merek. Annyira izgultam Janiért, hogy nem bírtam bemenni dolgozni. Beszarás és megcsinálta. Jani, gratula, te vagy a király. Óriási tapsot neki! Egyébként csak mondom, János már nyilatkozik. Egy vérprofi gyerekek, már ott áll, és már nyilatkozik. Na, Csipcsi PS-ek vagyunk, játékos nyertese, itt van minden igaz. Halló, jó reggelt! Halló, jó reggelt, sziasztok! Zoli, hello, hányan vagytok a munkahelyeteken? Egyen. Hányan vagytok, Zoli, körülbelül? Hát itt a telefon körül 5-6-an, nem úgy 13-an. 13-an. Zolikám, az a helyzet, hogy egy hónapon keresztül a vendégeink vagytok, utalvány formájában egy kártyán megkapjátok. Köszönjük szépen. Étkezési utalvány. Gratulálunk nektek, és köszönjük szépen, hogy ti is minket hallgattok egy hónapon keresztül. A főnöknek meg mondjátok meg, hogy ez egy jó dolog. Szeretik a dolgozók, szeretik az alkalmazottak, úgyhogy tessék ilyet beszerezni. Jó? Ezt üzenjük a főnöknek. Ciao. Gratulálunk nektek, sziasztok! Köszönjük szépen, köszönjük. Ciao, sziasztok! Hívjuk a nap hallgatóját is. És ő is kap még ugye egy ajándékot, természetesen az ajándékcsomagon kívül. Aztán pedig még egy nagy bejelentés, amit... Hát nem fogunk kihagyni semmiképpen. Ugye a naphallgatója természetesen megkapja azt a dallaszos ajándékcsomagot, amit mindenki és másnap, ráadásul a levegőből, ha jön a mondás. Ott a zene is közben, hello, jó reggel! Sziasztok! Hello, Tepertő, ugye? Igen. Hallod már a zenét, hogy ez mire vonatkozik. 5000 forint értékben megtankolják az autódat, és 5000 forint értékben halálra zabálhatod magad. Hamburgerekkel, Johnny Vegaburgerrel, amerikai kajákkal. Rögtön azt is megmutatjuk, hogy hol van ez az étterem, hol található. 5000 forintért vigyél magaddal valakit, mert... nagyon szépen, köszönöm. Egyedül nem bírod leenni. Másfél kiló a legkisebb hamburger. Nagyon szépen, köszönöm. Na, gratulálunk, Tepertő. Hallottad a Jani ugrását? Igen. Reggel voltam is fent arra 4 órakor hajnalban. 4 óra? Csak akkor megnéztem a helyszínt. És fönt volt akkor a stúdiónk? Fent volt, le is fényképeztem. Feltöltöttem Facebookra. Nagyon helyes. Na, gratulálunk akkor neked is, és köszönjük szépen, hogy minket hallgatsz, és hogy ezen a nagyon fontos napon, mert nekünk ez egy nagyon-nagyon fontos nap volt, köszönjünk neked is, meg persze mindenkinek, de mindjárt elkezdünk megköszönni mindent, de köszi, hogy minket hallgattál. Ciao, szia. Gyerekek, a Jani vérprofi, szőröstökű profi, lejött, nyilatkozik, érted? Hát ezt így kell csinálni. Meg volt az ugrás a műsorban, most kicsit szolgáljuk. Nincs tovább. A sajtóképviselőjét Janit körben rajongják, és folyamatosan nyilatkozik. Feri, ketten maradtunk, majd a végére azért becsábítjuk még a stúdióba természetesen. Na, hát... akkor először is én azt gondolom, hogy köszönjük meg nagyon sok embernek, mert rengetegen dolgoztak ezen hosszú hónapok óta, hogy ez a dolog ez így összejöjjön. Ez ennyire profi legyen, és ennyire biztonságban legyünk, rengeteg ember, rengeteg energiát és munkát fektetett ebbe bele, hogy ez a mai nap ez így sikerüljön,
és tényleg nagyon hálásak vagyunk nekik. És mi csak titokban reménykedtünk, hogy nem lesznek ennyire profik, és egy héttel ezelőtt azt mondják, hogy srácok, nem tudjuk megcsinálni. De igen, vannak akadályok. Na, legelőször is köszönjük szépen a Bautransnak, mindig ők vannak velünk, mindig ők emelnek minket, vagy valami más, amit éppen szeretnénk, a Morning Show lebegési technikai partnerének. Hálásak vagyunk, srácok, köszönjük szépen, vérprofik vagytok. A Stúdió Konténert a Klassz FM stratégiai partnere, a konténer.hu biztosította, nem szakad ki az olja, menő, köszi. Köszönjük szépen a Fun Bungee csapatának is, gyerekek, hálásak vagyunk, Jani, még inkább tündériek vagytok, vérprofik, úgyhogy köszönjük szépen, ti valósítottátok meg Jani első bungee jumpinget, köszönjük szépen. Több száz százalékos biztonságra törekedtünk, de azért egy kis veszélyérzet nekünk volt, és ezt a csepet sem veszélytelen vállalkozást a biztosítással a CLB támogatta. Így van, Laser System, ugye a bonyolult műveletek megtervezésében, megszervezésében segített a Laser System KC, nekik is köszi, drágák vagytok, hosszú ideje dolgoztok az, hogy ez így sikerüljön, köszönjük szépen. Tokai Joe és a Live Point a Morning Show online és helyszíni vizuális megjelenését megvalósította, köszönjük nekik is. És az Event Audio Kft. A Klassz FM stratégiai és rendezői technikai partnerének is köszönjük. Személyesen is csókoltatjuk őket. Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon jó munkát végeztek, drágák vagytok, köszönjük szépen. Köszönjük a három fellépőnknek, hogy eljöttek, és a Klassz FM minden munkatársának, vezérkarának, dolgozóinak, hogy itt voltak, csinálták, összehegeztették, megszervezték. És nem utolsó sorban a Simmering húzó BP-nek. Így van. Drága! Jobban vagy. Jó, hát jobban, de hát irgalmatlan kemény volt. Tehát, hogy ott állni a semmiben, ott állni a konténernek a szélén, és ráadásul úgy, hogy számomra nagyon komoly súlyt jelentett ez a kötél. És éreztem, hogy húz kifelé. És mondom, nehogy az legyen, hogy előbb ugrok el, mert akkor megint fel kell menni, megint le kell ugrani, hogy úristen, mindenki eljött, mindenki rám kíváncsi, mindenki meg akarja nézni ezt az ugrást. És mondom, nem lehet, hogy fent maradok. Nem égetek le senkit azzal, hogy nem ugrok le. Nagyon kemény volt, de ki kell próbálni még egyszer, hogy jöjjön az eufória is, mert most még csak a csogizás volt, igen. Drága hallgatók, természetesen a legfontosabbnak nektek, és köszönjük szépen azoknak, akik itt voltak, azoknak, akik eljöttek, fantasztikusak vagytok, köszönjük szépen, köszönjük, hogy ennyien itt voltatok, fotóztatok, és reggel 6 óra óta drukkoltok, hogy ez a dolog így sikerüljön, és természetesen azoknak is, akik nem tudtak eljönni, vagy online, vagy pedig az éteren keresztül az ország valamely pontján hallgatták a Klassz FM-et, és hallgatták a Morning Show-t, drágák vagytok, köszönjük szépen természetesen nektek is. Miattatok vállalunk be minden ilyen őrültséget, hogy ti jól érezzétek magatokat. De jó, te is élvezed ezeket. Most ezt még nem, de holnap már jó lesz. Köszönjük szépen mindenkinek, vigyázzatok magatokra, jó hétvégét, gyertek a Vágtára, drukkoljatok többek között Hajas Lacinak, aki indul ugye, és talán most odaér. Köszönjük szépen mindenkinek, aki minket hallgatott, aki itt volt hétfő 6 órakor, pedig egy kicsit természetesebb közegből újra a stúdióból jövünk. Köszönjük, drágák vagytok. Szevasztok, jó hétvégét! Köszönöm szépen! Szevasztok! Hölgyeim és uraim! Ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt. Ez volt már a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. It's brand new.